Boldog új évet kívánok mindenkinek! Szevasztok! Boldog új évet! De főleg, de főleg emberiség. Bújék. <Szor> Az az igazság, hogy a nejemnek a fejpántja van a fejemen. <coughs> Lehet, hogy szorítja. Túléltétek egyébként a, a szilveszteri mm, ö, aljasodást, petárdázást, rakétázást? Költője a kérdés, mert hát hiszen beszélünk. Konkrétan átaludtam. Igen? Én konkrétan Igen. átdolgoztam. Jaj, Tudom. Már akkor is borzalmasan hangzott, amikor előre mondtad, így utólag még inkább. Krisztián, hogy te dolgoztál én arra figyeltem, hogy neked mindenki hibátlanul tudjon uh, SMS-ben és telefonon uh, boldog születésnapot kívánni. Ragadjuk meg az alkalmat! Boldog születésnapot, Mújó! Jó, de drágák, boldog szüli napot! Szüli és most mindenki? Boldog, Boldog szüli, szüli, napot. Napot. Boldog, <laughs> szüli boldog szüli napot! napot. Mújó! Boldog, boldog Egyébként nagyon, én már ilyenkor mindig azon röhögök, hogy ezt mikor editálom az anyagot, mindig dupla sebességgel vágom, és ezek a legjobb részek, mikor énekelünk. <síl> 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 <Ja>. <síl> én írtam egy levelet a, a puszi együttestek, hogy ezt, ezt majd dolgozzák föl, de azt mondták, hogy ezt nem tudják földolgozni. Én a lehet, hogy a... megkeresem Irinát vagy Boris, pátriárkát, ők biztos föl fogják dolgozni. <laughs> orosz katonadal formájában. Igen. <laughs> bocsánat, bocsánat. Tehát ha már ezt így kimondtad, emlékezzünk meg az orosz hadi tengerészet kórusáról, akiknek jelentős része, ugye, oda veszett egy repülőszerencsétlenségbe, főleg ugye Boris bajtársunk miatt, és akkor én végignéztem a Youtube-on, és tehát rettentő lehet egyébként egy, egy hát, oké, tud mindenki, a Katyusa, meg Izé, meg Hozé, de keressetek rá a neten, nézzétek meg, hihetetlen jó előadásaik voltak szegényeknek. Na, de hát a mióta nem volt podcast, érted? A, a, lehet, hogy az adás hiánya miatt, hát egyszerűen hullottak az emberek, gyerekek. Lehet, hogy a, a karmánk így hatott rá. Nincs adás. Kerry Fisher uh, ugye, Fisher Igen. is minket hallgatott, és tudod így, Megnézte a repülőt, te nincs podcast, érted? És óóó, paf, kész. Anyukája hát... plusz egyezett, úgyhogy... Keményen kiharapott a jó emberek sorából a 2016-os év. Ö, George Michael. Igen. De azt olvastam egyébként, hogy nem ez volt a legdurvább év egyébként. De durvának tűnt, de de hogy nem ez volt a legkeményebb Igen, csak így szerintem az év vége. Igen. Így felszaparodott. Igen, Tehát... igen, besűrűsödött. Na de a karácsonyi kajakómát az sikeresen túléltétek vagy. Vagy ment a izé, Bilagit parti? Bilagit a mi barátunk. én, én, én azt olyan de... hogy rutinosan hogy nem már karácsony se okoz ilyen kis puklit a statisztikámban. Azon gondolkoztam egyébként, hogy nekem például a karácsonyi ebéd az gyakorlatilag a, a levesnél meg is állt. Utána még még szerintem ettem két szelet beéglit, tehát ö, nem vittem igazából túlzásba a dolgot, és ez egész szilveszterig bementem, ugye a kollégákkal szilvesztereztünk, vittem akkora adag, nem hiszitek el, mekkora adag babsalátát, hogy tud, ez most ilyen social ö, dolog lesz, hogy majd ott közösen eszünk, meg kocintunk, meg mit tudunk, vittem virslit, meg a tököm tudja, mi fogyott belőle, nekem egy tálnyi babsaláta, virslit meg se bontottam, azt már következő nap, mert ugye három tehát így alapos voltam, kezdtem egy 30 a nappallal, utána 31 1 2 éjszaka, és azt úgy, szépen azt Jó. elkezdtem koptatni azt, amit vittem kaját, mert nem, nem érezte senki magáinak a dolgot, hogy akkor együnk közösen, vagy mit főzzünk virslit, mert azért szoktunk ilyeneket csinálni velem a melóhelyen, hogy ó, a régen még, am amikor nem is itt voltunk, akkor ott iszonyat kajapartikat rendeztünk. Tehát, mit tudom, egy hétvégén összejött a bagás, és volt egy srác, aki, aki kurvára szereti, és meg tud is főzni, közel volt a, az ottani melóhelyhez. Tehát te tudod, Krisztián, ott a határútnál ott van az a nagy adótorony, ugye ott Aha. dolgoztunk, és közel volt a, az Európark. És akkor már előző nap jött az SMS, mit kérsz? Mi legyen a reggeli? És akkor általában ugye mi ez a olyan vastag, mint, olyan, mint a virsli, csak kifőzött vízbe. Krinolin. Krinolin. igen. És akkor általában úgy ment, hogy kettő krinolin per fő, ez volt a reggeli. A ebédre meg elkezdett főzni, mit tudom is, ilyen babgulyást, vagy de, tényleg olyan volt, hogy így beleraktad a fakadat, és megállt benne. Neki az volt aznapra a dolga, hogy fú, de iszonyat jókat kajáltunk, ez, ez hatalmas közösségépítő volt, úgyhogy mi is szervezhetnénk, már tényleg egy ilyet, már olyan régóta beszélgetünk róla, hogy csinálnánk egy ilyen kerti sütögetős podcast talit, úgyhogy az tökre faszta lenne. Hát nem Ennyi. erre gondoltam, hanem, hanem valamikor, amikor jó idő van mondjuk a... Bud, a te. A se, a, mondjuk nálunk a, a reptéren, de ott nem tudom, hogy lehet egy tüzet gyújtani, de mondjuk a budakeszi vadasparknál vannak ilyen kialakított tűzrakó helyek, milyen fasza lenne. Aki mondjuk családdal jön meg gyerekkel, addig be tudnak menni a... a sajok a gyerekekkel a, a, a vadasparkba. A disznó nézőbe. Igen, múltkor én is etettem őzet, apám, vigyázz. Marokból. Na de akkor semmi ilyen, ilyen eldurvult, földön Á. ébredős, ó, hol vagyok, nem volt nektek. Hogy bírták nálatok az állatok? Én csináltam ilyen KFC bundás csirke mellett. Vettem kukoricalisztet, vettem mi ez a. Matyi tud így, kukoricából van, kerek és lapos. <gül> 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 kerek és, <laughs> kerek, és... <laughs> kerek és lapos. Hát, és Nem ilyen, az, amit beleszórsz, és, így... és öntöd? Röcs, igen. A, várjál már, mi az a... Gabona, pe... hát nem, kukoricapehely. Hát kukoricapehely. Tehát... és akkor azt összetörtem, egy kurva nagy marék, ilyen törek egy izé, bögre liszt, összekevertem, megfűszereztem, és akkor a csirke mellett ilyen sima lisztből meg vízből kevertem ilyen kis palacsintatésztát, sűrűt, bele a csirke mellett, utána meghempergettem ebbe a fűszeres matyiba, tök olyan, mint a, a... nem ízre, hanem hogy állagra egy ilyen nagyon klassz, ropogós bundája van, nem kell hozzá tojás, nincs benne koleszterin, másnap is... <laughs> nincs benne koleszterin, végül is csak tocsogó olajban <laughs> sütöm ki. Hát de... Pálma zsírba, Ó, oh, kokonat <laughs> Mit akarok neked mondani? Ez no, akkor Gordon Ramsay bekaphatja. Ha be, ha be. Hát vicces. Is. 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 <laughs> Nagyon jó volt. Nagyon. A szilveszteri virslit meg, megettem elsején reggel, mert... Tehát én megnéztem a saskabarét, én úgy ja, éreztem, jaj, hogy Istenem. kisimult az... még az, van. Az, kisimult az agyam. Tehát, ne, és, ez és ez dupla kisim. rész volt. Ez mindig csepp, van, bazd meg. Én, én Dupla azt, rész. azt nem tudom megérteni, hogy a hazai kertévék öm, úgy csinálnak ilyenkor, mintha, mit tudom is én, augusztus 13-a lenne, tehát így egy same day semmi. Ja, esetleg beraknak valami ismétlés, mit tudom is én, egy sóderklub klub vagy tököm, tudja, és ettől már viccesek lesznek, de hogy hogy. Tényleg igaz, hogy régen minden jobb Senki volt? Senki nem hogy, gyárt hogy, műsort. Bazd meg egy, egy hofi, a faszomba, hofi, hofi. Hát erre vártunk, érted? Ez ott a szilveszter fénypontja. Hát nem, hát milyen volt, hogy hogy akkor mindenki. gyertek be, nem gitározunk a, a konyhába, nézzük a hofit. Most megnézheted ezt a. Már akkor szar volt egyébként, mikor elkezdte, nem is tudom, mire rölteti ez a Gálvölgyi, a Gálvölgyi sójával, azok az iszonyat ciki poénokkal, ó, az meg de jó, hogy nem láttam. Nem de. ez a gáz, Charlie. Tehát én én nem a, a saskabarét tartom gáznak, én azt tartom gáznak, hogy az egész kurva magyar tévécsatorna választékból csak ezt lehetett nézni. És, érted? és, Tehát, és hogy... Sass József felhiszi magáról, hogy jó. És és az ATV levert mindent, érted? Azon Zsíveszter volt nézettségbe, igen. Ó, oh, csodás. Tehát sose nézték ennyien, az tudé. Na jó van, fiúk. Hát, fiú, csapassuk. Ez van. 2017 es so adását. Rögtön van egy jó hírem. Jó hírem. Bocsánat, belekacagtam, mert valaki más valahol megosztotta ezt, és olyan fura volt más szájából az én híremet hallani viszont, mert ugye én tettem ki a, a Billion Lives magyar oldalára, is, hogy más azt újdonságként közli, a fura volt, hogy ez nem újdonság, hát ezt már kiírtam. Ja, hogy de úgy újdonság, igen. Szóval, akik ö, elégedetlenkedtek, vagy panaszkodtak, hogy megnéznék, meg majd akkor fogom lájkolni, like hogyha láttam, mert az dönti el, az meg az én értékes lájkom like kiszórását, hogy tetszik e a film. Úgy néz ki, hogy hogy most jön a next level. A Principal médiával megállapodott Eron, illetve az etensön Era, és mostantól együtt dolgoznak. És azt kell Etensön azt kell tudni a Principal médiáról, hogy olyan csatornákkal dolgoznak együtt, mint a, a, Discovery, a Fox, a BBC, meg olyan tartalom készítő gyártó csatornák, akiket itthon nem ismerünk, tehát ez fölösleges lenne sorolni. Nem kell meglepődni egyébként, tehát Amerikában, ha megnézitek a Facebookos oldalt, tehát fura, de ott nem nagyon divat ez, hogy, hogy futassuk magunkat a, a közösségi médiában, a Principal médiának is, amikor én néztem, mit tudom is én, talán 100 vagy 200 vagy nem tudom valami ilyesmi lájkolója like volt, hát ők, ők, ők dolgoznak inkább a helyet, hogy. hogy... Hát mert ők a szürke eminenciásai az iparnak, igazándiból pont közben vannak ékelve a gyártók, meg a csatornák. Közben. Igen, 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 igen. Hát az az egyik, a másik meg, hogy nincsenek rá szorulva talán. Szóval nekünk most az a, az a hely, helyzetünk, illetve a, a, az álláspontunk, hogy most várni kell, és, és egyszer csak majd valaki vagy lecsap, vagy érdeklődést fog mutatni a, a film iránt, ami azért is, mert ez egy dolog, hogy ez ki volt írva ugye a, a, a Billion lives a nemzetközi oldalára, amit ugye átvettünk, de. Épp ma ö, olvasgattam a Twitter csatornát is, és ö, és ö, ott valaki megkérdezte, teljesen mindegy, hogy hogy hívják, hogy ö, hogy ö, nem látta még a filmet, de ö, szeretné megnézni, vagy online, vagy, vagy, vagy tök mindegy, ö, valahogy ö, eljuttatni hozzá a filmet, hogy hogy lehet, és erre jött Eronék válasza, ami csak ennyi volt, hogy. Coming soon to TV streaming Blu-ray. Úgyhogy a panaszkodás csapot el lehet zárni, a, a Blu-ray az, az természetesen nem várat, hogy mondjam, vagy hogy mondják, TV csatornára. Ők azt gondolom elkezdik majd szépen kiadni, és Krisztián, a felirat, a felirat, a felirat. a feliratot ki kell javítani. A pitlákba, igen, igen. Igen, ne legyen nagy blama, ezt írd be a tudódba baszd ki, mert... Jó, ezt sürgősen... kell küldeni és jól. akkor mondaná, hogy Ó, az meg most írtam... Magyar Most írattam meg 48 ezer Blu-rayt, semmi baj, Ez a faszomba, íresd az Egyesület számára! Az majd jó lesz magyar terjesztésre. Na, szóval, amit ugye már az adás szünetes blokkunk előtt... Karácsony előtt mondtunk a streaming, a Hulu, a Netflix. Ö, most bejött a képbe a TV ezzel a Principal médiával, és ott van harmadiknak a Blu-ray, tehát gondolom erronék elkezdik saját ö, előállításban, Attention éra égisze alatt ö, gyártani majd a DVD-ket, és, és ugye mivel a felirat megvan, ezért semmiben nem tart, ugye a DCP formátumba. Oda pattintani rá, és akkor azt is meg lehet majd jól nézni. Tehát reméljük, hogy tényleg ez, ez, ez egy pár hónapon belül elkezd szépen beindulni, magától beröffenni a gépezet, és, és valamelyik része így vagy úgy, de bár akkor tudom, az lesz a probléma, hogy miért ilyen kurva drága a Blu-ray. Meg nekem nincs a Blu-ray, a vivale lehet tölteni valahonnan. Na, persze, az lesz az első dolgunk, nem. Hoztam egy doboz flopit, letöltenéd nekem a netet? Pornó nélkül ráfér? Volt olyan időszak, Charlie. Igen. Volt olyan időszak. Igen. Na, úgyhogy fölvilányozott a, a hír, ez a kis száz valahány karakteres se komment. Úgyhogy ö, zseniál, zseniál, zseniál. Hát meg, meg mellékszálló már január van, ugye? Úgyhogy január, nem is tudom, 20 a környékén dől el, hogy mik lesznek a végleges jelölések Oszkára, igen, ott is igen, még, igen, igen. még nagyon van mit szurkolni. Illetve azt, azt gondolom, te is tudod, hogy, hogy jönnek megint turnézni. Igen, igen, igen. Úgyhogy... Úgyhogy, ha valaki nagyon akar találkozni velük, itt is én Ausztriában még elcsípheti őket, de nem is láttam Bécset még, ahogy hívják, a, a múltkori listán. A hiba... Nem, nem, én, nem, én sem. Láttam. nem ö, Valamit ott a Lizbeték környékén láttam, a másik országot, mert mindig keverem a kettőt. Spanyolország, meg... Ö, Svéd, Finn, meg, Norvég, meg valamelyik ideg, igen. igen. Úgyhogy hmm, jó lesz ez, jó lesz ez. Az, a meglepetés, képz... azt mondtam, nem mondtam. A Istvánnak a meglepetése, hogy meglett? Ami? Hát nem mondom ki, mert hát, ha hallgatja, de tudod, Istvánnak is készültünk egy meglepetéssel, amit Aaron is kapott. Jaj, igen, igen, igen. Na, hát abból az, hogy elkészült és holnap átveheted, az lett, hogy még tíz nap múlva sem jött semmi a post, a Fox postó és akkor a végén már több telefonbeszélgetésen túl voltam, és kiderült, hogy valami a, na, a Bermuda valami meccsálé. rossz valami Igen. rossz számot írtak rá a csomagra a cevénél, és ezért megérkezett a fox és nem, nem stimmel ez a szám, és így lerakták egy sarokba. De írd és mondta, az <síns> meg, ez történt. Nem stimmelt egy pár csomaggal az a szám, és akkor úgy azt mondta a csaj, hogy várjon, egy picit tartja, addig megnézem, mert itt vannak egy kupacban. Hát mondom, ez kurva jó. És ha nem kérdezem meg, akkor az hány napig lenne még ott a kupa? Na mindegy. Úgyhogy az megjött, csak még Istvánnal nem tudtam egyeztetni, mert ugye a két ünnep között ő is mással volt elfoglalva, de most majd föl fogom venni a fonalat. Illetve én egy picit, ezt úgy is magunk között vagyunk, mondhatom nektek, hogy november végén megkeresett engem Baxter. Te tudod, hogy ki az, Krisztián, nem? Igen, a sorozatgyilkosokat gyilkoló sorozatgyilkos. Nem Dexter, bazd meg, Baxter. <laughs> ja, oh. Baxter. Baxter, Baxter, Baxter. Igen. Igen. Aki egyébként, bocsáss meg, kollégák vagyunk, Krisztián. Nem tudom, tudod-e? Ezek ne. szerint, mert nagy csönd van, nem tudod. Baxter elindította, mert ugye megszületett az első kisfia, és Milyen elind... szempontból vagytok kollégák, család, Mert te is ilyen zenebohóc vagy. Na majd mindjárt megtudod, kicsi fiú. Most mondtam volna, csak közbevágtál, látod? És, és egy nagyon érdekes téma, még nem találkoztam ilyennel. Megszületett a, a kisfiú, és az apává vállás stációin megy ö, lépésről lépésre Dead Pod nevezetű podcast Úgyhogy oh. úgy, nagyon, nagyon izgalmasnak hangzik. Föliratkoztam rá, az első két részen már túl vagyok, és tudod, ezekkel a napig is problémákkal foglalkozik, hogy, hogy mi hogy adódott abban a pillanatban, és hogy, hogy éli meg azt egy friss apa. Úgyhogy ilyen szempontból vagyunk kollégák. <tos> 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 és gyakoriak az éjszakai adások, és aláfestéssel. <coughs> Igen. Úgyhogy még novemberben, ez csak off topic volt, novemberben írt Baxter, hogy azért, mert, hogy és szeretnének valamit küldeni. Ja, kérje a címemet. Ó, Baxter, nagyon zseniálisak vagytok, köszönöm szépen, nem tudom, hogy mi az, de köszönöm. Nem és nem tudod elkezdő. a címedet. Tessék? Nem tudod a címedet. De, te hülye. És, és akkor kezdtem el dühös lenni, mikor megláttam mondjuk a Lisbethnek a képét, meg megláttam a, a Vladimirnek a képét, ugye az egyik a francia, a másik pedig a, a hideg országból, csak így tudom, a a hideg országból, hogy kaptak... Ő norvég, ő norvég. Norvég, vagy svéd, vagy finn. Nem, finn nem, biztos, norvég, nem. Norvég. norvég, Hogy kaptak Billion Lives-os hudit, de olyan hudit bazd meg, hogy a hátulján ott van, hogy crew, vagy staff, vagy hát szóval tényleg ilyen ultra limited Hát ráírtam, Baxter, <laughs> Baxter január 3 van. <laughs> Mi a picsa. Hát én mondom, nem akarok elégedetlenkedni, de láttam két hete, hogy megkapták a többiek. Ö, gondoljak arra, hogy egy, mégse kapok, ö, ke <laughs> kettő, kezdjem megkeresni a magyar postán. Hú, hát ne haragudjak, meg izé hozzé, de ők föladták, meg kell érkezni. Jaj, mondom, és akkor épp ma láttam a tévébe, hogy a valaki MPL-lel egynapos kézbesítéssel föladott ilyen abszolút nem érzékeny dolgokat, hogy hurka, beigli, pújka. <laughs> és azóta is ott kereng valahol az OLK-ban, 29 óta. Igen, hát majd most szag után fogják megtalálni, úgyhogy hát, na, reménykedek csak, hogy még meg lesz, de nem tudom, hogy mire számít csak a magyar postától, mert ők azt mondják, hogy minden rendben van, apróbb fennakadások bármikor lehetnek egy-egy csomaggal. Pont a tiéddel és a Hozza majd a számlát a postása az ABLS húdiba. Egyébként zárójel bezárva, azt mindig precízen és pontosan az MPLS számlákat tudják hozni, és az nem is olyan, hogy bedobják a postaládába, te tudod a legjobban a fifika, hanem az meg kihozzák Igen. ajánlva, és alá kell írni, hogy átvetted azt a számlát. Zseniális. Olyanra ne is, hogy az meg Elektronikus számla, 21. század, 2017? Á, ilyenekre ne. Na, szóval ez a posta, ez, ez egy két hónapja lebeg itt a felem fej, fejem fölött minden szinten, úgyhogy most így. Jó, éppen. hát ez egy, ez egy vicc. Most eszembe jutott karácsonykor kingának, hogy hívják ott kellett, kinyomtattam azt a kínai postás viccképet, ami a 444-en volt. Igen, 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 ez és... A... és, és, és a... Kapsz ajándékot, de. Ez még csak az, hogy Kínából rendeltem. Igen, igen, igen. Úgyhogy egy ilyet kapott karácsonykor, szegényként. Mert... És megkapta? Meg, azóta megjöttek, igen. Akkor elmondhatod, hogy mi volt, vagy annyira nem publikus? Hogy Kínából mit hmm, rendeltél ja, neki? Elektromos cigaretta, vagy fehérnemű vagy esetleg nem, valami masszázsgép. Vagy esetleg segédeszköz. <laughs> masszázsgép, masszázsgép. Milyenek vagytok? Nem, hogy hívják ott kapott, kérlek szépen, egy elefántos, mintás, mandalás takarót. Ja, ez ilyen izé, és akkor ilyen jóga tudsz. Ilyen jóga volt igen, igen. A másik meg, ami már nagyon régóta érlelődött, hogy összeeszkábálni az autóba normálisan egy navigációs rendszert, és de a telefonon beröffenteni a vészt, meg ilyesmi, és valami telefontartót, és egy ilyen telefontartó, műszerfalas telefontartó uh -huh. apparátust, és jött kettő, mert nem tudtam, hogy melyik fog neki tetszeni, úgyhogy. Azt hittem, ez nálad, nálad az a projekt, hogy, hogy és ajándékban megkapod, hogy beállítom neked a vészt. Az is, az is járt hozzá, igen. Ó, igen. hát ez nagyon exkluzív csomag volt akkor, be is igen. állítottad neki, úriember, nem csibész. És miért voltál ilyen tanástalan, hogy melyik fog neki tetszeni, nem volt cicás? Nem, nem volt cicás, hanem a technológiai megközelítés más és más. Az egyik egy ilyen két oldalról rácsippentős valami, amit a szellőzőrásba lehet beleállítani. A másik meg a műszerfal tetejére ilyen ragacsal rátapasztható mágneses lófügy, amivel egy a telefon hátlapjára egy ilyen mágneses bizbaszt raksz, és akkor az úgy oda csippenti magát. És hát ez ugye két egymásról annyira idegen dolog, hogy a ja, megoldások két véglete. Krisztián, hadd dicsek egyek neked, te tudni Inkább fogod... hogy... mentem. Igen? Te tudni fogod, hogy miről van szó, mert nálunk is megvolt a karácsonyi ajándékozás. Bocsánat, hogy megálltunk a témákban. De te tudod, <laughs> hogy, hogy az miről van. Után. Szó, a... a, Nóri kapott tőlem egy nagyon-nagyon hosszú, tehát tudod, mikor kétszer a nyakat köré tekered, és el... eltűnik a fejed, meg még nagyon sok lelóg, sálat, és én mit kaptam, csukjam be a szemem. Ismerős volt a csomagolás, mert hosszú volt. Hosszú volt. És emlékszel, hogy lefényképeztem a nagyon minőségi csokornyakkendő boltunkban egy sálat. Igen, igen. És azt kaptam, kérem szépen. Mm. Úgyhogy úriember nem csibész azóta minőségi olasz sállal tengetem hétköznapjaimat, és most időszerű lesz, mert jönnek a mínuszok. Winter is coming, brace yourself. Ja, úgyhogy én azt a sálat kaptam, nagyon örültem neki, ö, illetve hát remélem ő is az övének, mert, mert kurva jó néz ki mind a kettő, meg akiken, ha van, tehát ö, az sem mellékes. Úgyhogy ez volt. Fifi, fika, te mit kaptál? Vagy te is olyan vagy, aki meglepted magad valamivel az asszony nevében? <coughs> a, egyébként igen. Tehát. A, az jó, azzal nem lehet mellélőni nagyon. Tehát szerintem egy férfi karácsony az úgy néz ki, hogy kap valamit, meg, meg néz ki valamit magának, és ezt megveszi karácsonyra. És akkor tud örülni a, a másik karácsony ajándékának is. Mert a, a B-tervre gondolsz jó, közben. De jó! ez a... Arcán az erőltetett mosoly. Ja, jaj, de örülök neki, hú, de rég akartam vettem, ilyen rénszarvasos pizsamát. Vettem Lego Star Wars-t apádnak. Hát apám nem is szereti, nem baj, majd nekem adja. Igen. Hát körülbelül körülbelül elmondtam mindent. Úgyhogy én, én magamnak vettem egy egy nagyon, illetve megjött egész pontosan, tehát ez a Christian challenge csatlakozik. Kínából rendeltem egy ilyen kicsi, nagyon kicsi távcsövet. Ez már nekem régi vágyam volt, hogy elmegyünk kirándulni ide-oda-amoda, és rátör az éjszaka, és akkor uh, tudom én, egy, egy holdat meg szeretnél nézni, vagy egy... De várjál, egy... ez ilyen monokulár, vagy... Ez monokulár, Aha. így van, és ebbe az a poén, hogy viszonylag nagy lencse átmérőhöz iszonyú kicsi uh, kihúzat tartozik, uh, miközben azt valahogy megoldották, hogy a nagyítás az 12 és 120 között variábilis. Tehát uh, egy eszméletlen jó egy Gondolom akkor ez is bentről ez a tükrös megoldással rövidítettek. Valószínű, hogy egy ilyen poroprizmás áttéten keresztül játszik az egész. Nekem nagyon tetszett, nem is egy, egy brutál ára van, és akkor ezt így beszereztem magamnak. Miközben a lányom pedig, hát ebből látszik, hogy ki az, aki igazán mélyen ismeri az én lelki világomat. A lányom Angliából hozott karácsonyra egy 8-bites retro konzolt, oh. ami nagyjá, nagyjából ilyen e-cigaretta méretű, tehát iszonyú picike. És akkor tudod, földugod a tévére, és mit tudom, én, van rajta 200 játék a Super Mario-tól, nem tudom én még, de mind 8-bites. Ilyen... És toljátok a videóton azt az nincs rajta, az nincs oh. rajta, de egy csomó, egy csomó régi játék megvan rajta. Jó pofa rettentően, tehát az volt az egyik ilyen nagy challenge-em karácsonykor. Ez emlékszem, mikor gyerek voltam, akkor csak akkor mertem az ilyeneket rádugni a tévére, mikor nem voltak otthon anyámék, mert tudod, beleég a pixel, és, és, nem szabad videójátékozni a CRT s tévén. Úgyhogy, ha mikor elmentek, akkor szabad volt. <laughs> ja, hát az zsír, az zsír, az egy, az egy, nem azt mondom, hogy örök ajándék, de... de... jó pofa. Igen, visszahozza... Hát neked nem gyerekkorodat? Nekem igen, mondjuk. Nem, nem, nem. Hát figyelj, én 20, 26 voltam, amikor először számítógépet vettem egy Commodore Plus 4 boldog tulajdonosa lettem. Vettem, mert lettem. Lettem, mert vettem. Igen. Ha már nálad van a téma fonala, akkor beszélnél nekem kicsit, hogy visszakanyarodjunk a írtévés nyilatkozatodról? On a topic? Fú, az nagyon uh, durva challenge, hogy uh, tehát így fölébredsz elsőjén. elkezd pörögni az agyad, és uh, ugye a 30. a 31. E i challenge tudod, hogy na, most jött ez a, el az a fordulópont, amikor te már likvidet ebben az országban addig nem fog szárulni, amíg nem lesz annyi csillió milliót, hogy egy jövedéki raktárad legyen, és egy másodikán bementem dolgozni, és iszhat, hogy szegjük be a tavalyi évet, statisztikák, raktárkészlet, leltár, izép, hozép, am amit el tudsz képzelni minden. És akkor csörög a telefon, fölveszem, tessék, hír tévé. Ó, mondom, figyelni, és úgy kezdtem ezt a Tudod ezt a leépítő dumát? Van nekünk Budapesten szóvivők, salala, salala, és majd és, mondja a srác, hogy <kül> hát ott tulajdonképpen egy telefonos interjú is neki teljesen megfelelne. Na, egyből le akarod pattintani. Öt tróban. perc, egy öt perc hozban. Na most ugye ebből a hírtévén egyetlen egy mondat kerekedett ki, amit én tudok, hogy három részből vágtak össze. És... Ezért jobb egyébként a telefonos interjú sokkal szebb vágni, mint a, mint a mint videót, a, mert ott a, még ugranál. Igen. De itt audiónál egy kis átfédelés csókolom, és, és olyan szép és mondatot a szádba és tudnak és adni. Igen, szád, szádba adja a szavakat. És... Uh, Hát gyakorlatilag szerintem arra tolták el, a, a, ugye mert ilyenkor azért csak van egy koncepció mögöttük, amikor fölhívnak, de ezt te a legjobban, Krisztián, hogy, hogy kérdez háromszor, és érzed, hogy háromszor ugyanazt kérdezi meg, és próbálja szádba adni, hogy de akkor ez pontosan, ja, ugye, ja. hogy ez izé meg. Nem tudom én mi... <kül> és hát egyszerűen képbe akartak csak kerülni, tehát maga, amit elmondott az adásban, az, az gyakorlatilag a, az 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 infó volt, amit átadtam nekik, és ebből egy mondatot ö, ö, kicsíptek, ö, illetve nekem nagyon furcsa volt, hogy előttem pedig a Sánta János, ö, ö, mint a, az egyik ilyen dohány érdekképviseletnek a, a vezetője ö, beszélt, és hát, ugye egy, hogy nyilatkozott a hírtévének, kettő, hogy amit mondott, hogy hát itt a dohányosokon verik el mindig a, a port, stb. stb. és utána jött az elcigi, és akkor így eszembe jutott, hogy hát basszus, most már ugye egy polcon vagyunk a, a dohányja, és most már én egyébként úgy gondolom, vagy úgy sejtem, ha a Cigaretta, illetve a dohánytermék jövedéki adóját emelik, tuti, hogy az e liquid jövedékét sem hagyják érintetlenül. Az a, a, a másik nagyon furcsa dolog volt, amit az utolsó napokban ment, hogy, hogy mennyi félretájékoztatás volt, hogy a, a kereskedők se tudták, hogy akkor ez most hogy van és akkor 31-én még azért hívott föl, nem, tehát ne olyanra gondoljatok, hogy életében adott száz palackot, és akkor most fölhívott, hanem olyan hívott föl, aki a piac egyik prominens részevő, hát ő úgy tudja, hogy azért április. Milyen április? nem ne vicceljél már, hát, hát figyelj, azonnal szabaduljál meg a készleteit, vagy TED adóraktárba, mert itt január 1-én véged van. Ezt tegnap beszéltük a JTR-be Blackivel, hogy azért szar ez így, ahogy van, mert, mert az emberek megemeltük a, az inger küszöbét. Azzal, hogy mi mindig mondtuk, hogy most ez a dátum, ez erre figyelni kell. Aztán Jaj, de várjál, nem, mert van egy kis kapu, és akkor jön a következő dátum, és jön a következő dátum meg jön a következő dátum, most meg a január 1-nél jönnek neked ezzel az áprilisra, de én úgy tudom, hogy hát lehet, hogy úgy tudod, csak rosszul tudod akkor. Csak szarul tudod, így van. Tehát így lehet van. próbálkozni, csak nem olyan vicces a, a jövedéki bírság. Hát, volt olyan kereskedő Charlie, aki azt találta ki, hogy ajándékba adja a likvidet. Mi van? Jövedéki terméket? Én tudod ez ajándék. Tudod mit? Adok, Hülye vagy, bazd adok meg? neked minden, mit tudom is én, minden egy karton cigiméli adok ajándékban még egy barna szofit. Még Tehát egy, egy még egy Tehát abszolút nem, nem álltak rá arra a fajta a gondolkodásmódra, amit egyébként a, a dohányipar már nem is tudom mióta. És ugye, amikor bevittük a készletünket, a készleteinket az egyik jövedéki raktárba, akkor ott, ott leültünk egy picit beszélgetni a tulajdonosokkal, és, és akkor ez, ezt mondtam nekik, hogy, hogy én most értettem meg, hogy nekik milyen szar volt, amikor kihúzták alóluk a dohányt. Érted, hogy... Húsz éve ezzel foglalkozó, mm -hmm. hogy, hogy viszed, hozod a zárót, ismered, tudod, teríted, importálsz, gyártasz, nem tudom, én akármit csinálsz, és csak azt mondják, hogy bocs. <laughs> és onnantól kezdve nincs, nincs tovább. Arra próbáljatok nekem segítséget nyújtani, mert ez a, ez a következő, ez a agyfasz szint level ezer, hogy amiről beszéltünk régen, hogy már az sem lesz rajta majd a cigarettás dobozon, hogy mennyibe kerül, hanem csak majd a vonalkód alapján valami központi rendszerből frissítik a dolgot. De hogy ezt már olyan szintre emeltük, hogy már hogy nem mi, hanem pártunk és kormányunk, hogy olyan lesz már ez, mint, a, mint az üzemanyag. Ezt beszéltük tegnap, szintén a JTR-re tudok visszavezetni, hogy majd mikor bemondják a rádióba, hogy péntektől, Holnaptól. péntektől a, 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 emelkedik a benzin 6 forinttal a gázolajára változatlan, a barna szopjáne emelkedik 2,50-nel, a kék pelmel csökken 3-mal, és tehát, hogy a cigarettának... találkozása tilos. Igen, a cigarettáknak a jövedéki ö, adója változtathatósága miatt, meg úgy egyébként az ár változtathatósága miatt, ott is hetente kétszer módosíthatják majd az árat. De akkor benne vagyunk már mi is a pakliban? Uh, nem. nem. Uh, tehát olyan, szín... most uh, ugye ezt uh, nyilván ma magunk vagyunk, tehát <hát> alig pár százan hallgatnak, <hát> vagy ezeren, nem tudom, magunk vagyunk, de de azt tudni kell, hogy a jövedéki adó emelések azok min min mindig egyfajta játszóterek voltak. Tehát uh, mit tudom én, me megemelték, mondjuk volt ilyen, hogy 20 forinttal emelték a, a cigarettárát, és akkor elkezdtek tólda a dohányboltok, még akkor nem voltak trafikok, elkezdtek bespájzolni. Tehát aki bele tudott fecelni hihetetlen nagy lóvét, az bespájzolt és amikor ö, kijött a jövedékivel, megemelt, akkor vagy közt a sáron adta, vagy, vagy, vagy hozzámentek a vásárlók, nem a másikhoz, vagy kikasszázta, és drágában adta, tehát ott lehetett játszani. És gyakorlatilag most ezt a játékot átterelték a, a központi dohányelosztóra. Igen. <kül> tehát az a, az, a, az a fajta haszonkulcs, ami vagy extra profit, ami ilyenkor képződik, az uh, nem a trafikoknál fog uh, igazán maradni. Tehát eny, eny, ennyi a, a történet. És akkor tudod, így uh, oda megy a trafikos, lecsippantja a cigit, az meg tegnap még 10 eócsó volt. Hm, emelték az el. Á, hát azt ennyi. nem tudom, hogy az milyen központi rendszerhez, hogy csatlakoznak, szerintem az azért nem, nem ennyire online a dolog, hát akkor oda kéne neki dolgozni abba a központi rendszerben. Nem szerintem ez valami, ez valami ugyanilyen, mit tudom is, én hetente kétszer lemegy nekik majd egy frissítés, és, és azt kell bepörgetni majd a pénztárgépbe, gondolom, vagy a franc tudja, hogy hogy fogják megoldani. De nem minden <coughs> esetre lehet, hogy eljön majd az az időszak, amikor majd mi is figyeljük a, a nikotin, vagy a végé világpiaci árát, mert majd ott is kitalálják, hogy ha a hordonkénti végé csökken, akkor a jövedéki adót emelni kell. Ami még fontos változás, és arról lehet, hogy nem beszéltetek a JTR-be, hogy minden likvid január 1-től a piacon csak ND-számmal lehet. Magyarázd el másnak jelent, is, hogy ha nem tudnám, mi az az azt jelenti, hogy az NDZRT-nél regisztrálva van az adott termék adott tíze, adott erőssége. Tehát nálunk is minden likvid kapott ND számot, és amikor a trafikos fogja és beüti a, most már ugye nem mondhatom ki, hogy mi, mi, minek a miét, akkor az ND szám alapján megy egy jelentés, hogy ebből a a, ennek a gyártónak ebből a likvidjéből egy darabot eladtak. Na hát amiről beszéltünk régen a, a, az adatszolgáltatás, szerintem így oldották Igen, Igen meg. ez az adatszolgáltatás uh, része. Ugye ez az első challenge, a második challenge ugye az, hogy május uh, 19-e után már csak a, az ogy, ogyeinél is notifikált uh, termékek lehetnek a piacon, ott már ugye a készülékek is érintettek ebbe a sztoriba, és gyakorlatilag május 20-tól indulóan nem lesz Magyarországon for hivatalosan forgalomban, csak olyan likvid, amelyiken a jövedéki adó ki van fizetve. Ugye ez egyébként mindenki kapaszkodjon meg, ez egy bruttó 700 forintos drágulást fog hozni önmagában. Ja, 550 forint plusz áfa. Csodálatos új világ. Tehát ezt így le lehet, hogy sokaknak azért így nem jutott el a, a szürke állományáig ez a történet, de ez hetes. Hát, tehát most van olyan likvid, ami olcsóbb, mint 700 forint. A trafikban. Igen, tehát mm. gyakorlatilag nagyobb lesz rajta a a az adótartalom. Az adó, mint maga a termék használó jel. Egyébként azt kéne pofátlanul csinálni, mint amit egy időben még emléksz, nem tudom, emlékszettek volt olyan benzinkút, hogy ez szó, meg, meg az Apple is ezt csinálja a nemzetközi weboldalán, hogy odaírja a termékhez, ő mondjuk csak az áfa tartalmat, de a benzinkútnál volt egy ilyen egy ilyen kis oszlopos diagram, hogy ennyibe kerül az üzemanyag, aminek a jövedéki adótartalma igen, ennyi, igen, és ott azért igen. el lehetett ülni, bazd meg, hogy hogy komolyan kuvaidban tudnád magad érezni, hogyha nem lenne rajta ez. Tehát a, a másik, amit ilyenkor végig gondol a, a, a kereskedelmi lánc, hogy a saját profitját kezdi el visszavenni az adott terméken, hogy a, a pörgés meglegyen. És de bocsánat, hogy közbeszólok, de, de ezzel... Ö, egy ideig, hogy mondjam neked, én úgy gondolom, hogy egy ideig ezzel a túlélésre lehet játszani, viszont utána bármilyen szinten ez csak visszaütni tud, mert azt a pénzt, amivel te engedményt adsz, azt a fejlesztés, a beruházás, az újabb beruházás, az újabb gépsor, az újabb akármi elől fogod elvenni, és aztán az, aki esetleg mondjuk nem emelt, és megmaradt neki a margin, az meg, mit tudom is én, megveszi azt a gépsort, amit te pont azért nem tudsz megvenni, mert... mert... Tehát nem a, nem a gyártókról beszélünk, Charlie, a kereskedőkről. Az értem, csak hogy a kereskedő meg a gyártó az szoros összefüggésben ö, és szimbiózisban élnek egymással, mert kurvára összelettek ö, ők zárva ebbe a kalitkába. Tehát ö, szerintem, szerintem baromi erős a függésük egymástól. Hát, hát ö, másik oldalról megközelítve nem, tehát hogyha ez a kiskerről van szó, és a kiskeres fogja azt mondani, hogy úgy tudja fenntartani a, a keresletet iránta, hogy a saját árését csökkenti alapvetően. Akkor, Nagy kereskedő ja, is érdekelt ebben a, ebben a körben, tehát... Ez egy ilyen, ilyen furcsa ráhatás lesz. Aztán lehet, hogy ők szép lassan visszamelik a, a, a saját régi marginjukat, de de azt látni kell, hogy ilyenkor a piac mindig visszaesik. Tehát ha, ha jön egy ilyen nagy jövedék emelés, akkor mindig ut, utána egy visszaesés van, és ezt a visszaesést szokták kompenzálni azzal, hogy, hogy akkor visszavesznek a saját marginjaikból, azért a kiskereskedés meg a nagykereskedés egy picit visszavesz, akkor az nem Na, 700 de most mondtad bruttól, ki, látod, tehát csak 600. Most mondtad ki a nagykereskedőnél is, és ö, ö, mindenki a piacról ér, hogyha él, hogyha neki kevesebb lesz a végén a, a tiszta adózott bevétele, nyeresége, akkor, akkor jön az, hogy hát most, most, nem veszük meg azt a X vagy Y valami fejlesztést. Éppen ezen gondolkoztam egyébként, hogy tulajdonképp neked most már Ugye, ha beadtad mindenhez a, a nikotin erősségben, ízben az engedélyeket, akkor erős barokkos túlzás. De most jön a hátradőlés időszak, mert hiszen új terméket már nem tudsz kirakni a poltra, vagy a pultra, csak megint, hogyha ezeket a kibaszott nagy összegeket megfizeted rá. Tehát most mindenkit egy ilyen erős kézifék, és, és nagyon meggondolom, hogy ki akarok-e jönni valami... Most én csak a likvidekről beszélek. Ki akarok-e jönni egy új ízzel, ami nem is biztos, hogy beváltja a hozzáfűzött reményeket, de nekem bele kell locsolnom a rengeteg pénzt a, nem is a fejlesztésben mondjuk, az ízvilágban, hanem hanem az engedélyeztetési eljárásba. Hát csak, csak hogy, hogy mennyire szar a, a helyzet. Tehát így ültem, és akkor... Mondja velem szembe az úri ember, hogy oké, okay, oké, okay, uh, mi ez a kavakó? Mondom neki, hogy micsoda? Hm? Azt tudod, hogy május 20 nem lehet. Mi van, mondom? Hát figyelj, gyümölcsmentó dohány. Zseniális. Mi a jázmin Hoppá! <laughs> Úgyhogy... <kül> Nem módon nem Ne mondjál neveket, csak darabszámot, hogy mennyiből mennyi lett nálad a polcon? A, még nem tudom, Charlie. Hát úgy... Uh, Tehát most nagságrendileg nagságrendileg jelen mennyi pillanatban az, amit nálam nincs a polcon semmi. Nem úgy mondom, nagyságrendileg mennyi szerinted az, amit elkaszálnak így ezért? Hát uh, szerintem a mi választékunk Egyrészt valószínűleg kivezetünk egy erősséget, mert, mert látjuk, hogy mi, mi az az erősség, amiből nagyon kevés fogy, azt nincs értelme regisztrálni, illetve látjuk, hogy a többi likvidből is nagyjából mik mennek. Tehát egy erősséget kivezetünk, és az ízek közül hát valószínűleg ilyen, ilyen hatot hetet fogunk benhagyni a piacon. Ez azt jelenti, hogy ízben, erősségben durván a 40%-át kidobjuk a mostani készletnek. Az igen. És nem csak mi, tehát félreértés. Igen, csak veled beszélgetünk most erről, tehát te tudod, hogy erről le lehet azért. Nem csak a mi problémánk, ez mindenkinek a problémája lesz. Ha már az ízről, meg az erősségről beszélünk, akkor rátérhetnék a harmadik témára? Ott, is. Én Ott még, még egy valamit szerettem volna mondani. Hát akkor nem, bánom. akkor nem mondd, hogy hajrá, akkor mondjad, és akkor utána szólj, hogy oh, van, lehet -e. még hajrá, ha rá, ne! Mondani. Igen. <laughs> Fék. Hogy, hogy ez az egész, amit a dohánytermékek piacán meg lehet figyelni, ugye hogy folyamatosan sófolják fölfele, hogy szemléletesen összehasonlított a fifika is, hogy jóformán a likvid fele az adó lesz a nagybidős semmire, hogy ez van baromi régóta a dohánytermékeknél is. Hát én azért nem tegnap kezdtem el dohányozni, ti sem, ti sem mai csirkék vagytok, hogy, hogy fillérekbe kerültek annak idején a, a, a cigaretták a mai árakhoz képest, úgyhogy ez mind mind a mesterségesen föl, fölvert jövedéki adó, Miatt van, amit meg tudjuk, hogy a WHO dohányzás ellenzes keretegyezménye erőlteti, mint keresletcsökkentő stratégiát, hogy minél-minél-minél drágább legyen. És erről az oldaláról igazából nem érthető meg száz százalékig, de maga az irány megérthető, mert hogy a dohányzás, mint olyan, az brutális társadalmi károkozást végez, és ezzel kívánják ellensúlyozni, az ebből befolyó pénz egy részét bedöntik az egészségügybe, mármint papíron ja, persze. Igen, igen. Ez olyan, mint és, a és ilyenek, tehát... benzinárnál, meg ö, útfejlesztésbe. Igen. igen, igen látjuk, igen, hogy mennyire de... működik, igen. Tehát, hogy az elmélete ennek a dolognak megvan, még hogyha egy kicsit el is szaladt a ló vele, a, a, az elméleti oldala megvan. De most itt van az elektromos cigaretta, és, és nem is az, hogy itt tegyünk te rá egy 5-10 forintos jövedéki adót milliliterenként egyáltalán nézzük meg, hogy merre megy ez. Nem, hanem egyből kvázi megduplázzák pusztán a, 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 a jövedéki adóval a járulékos költségekre, akkor még nem is gondoltunk, mert nyilván van az is rengeteg. Tehát, hogy így egyből bele a mély vízbe szerencsétlen elégvidet, ami aztán igazándiból semmiféle társadalmi károkozást nem okoz, sőt a dohányzás társadalmi károkozását tolja visszafelé. És, és, és mégis ide lukadtunk ki, hogy, hogy itt már aztán végképp védhetetlen, hogy mi a bánatos faszra fizeti az ember, már elnézés a, a kifejezést. Ezt a töménytelen mennyiségű pénzt ki, borzalmas, borzalmas. Tudod, mi, mi az aljas dolog? Bocsáss meg, Cseré, tudod, mi okay. az aljas dolog? És most, mi, hogy megvilágosodtam, hogy ez mekkora szemét dolog, érted, hogy szenvedélybetegeken vámot szedni pontosan. Ja. De, de minden ilyen. Tehát a, a fuvarozó nem szenvedélybeteg, de egyébként, aki gyorsulási versenyre jár, és azért locsol el mondjuk az autójába három kanna benzint, az szenvedélybeteg az is, mert a, az a szenvedély, hogy az autóval gyorsan menjen, ergo sokat fogyaszt az autó. Na de ami nekem eszembe jutott erről, hogy csak hogy Krisztián hogy mondta, hogy mennyit emelkedett a, a cigaretta ára, és most kapcsoltam, fiúk, nem tudom ti mikor, én a 18 forintos barna szofi volt az első, amit szívtam. Sehol nem vagy. 8 forint. Na, jó, csak 8. mondom, wow. hát az meg van köztünk. Van köztünk 10 év maximum. <laughs> tíz év. Tíz év. <laughs> szóval, a 18 forintos barna szofi, és a villamos megállóban vettem egy mozgássérültől, mert akkor még az úgy az meg, hogy ő megvette a faszot, tudja honnan, olcsóbban, és akkor ő árulta. 70. Emlékszem, még középiskolában mentem, 72 volt a piros multi. 72, 720 forintért vettem egy csíkot. Most, És akkor ugye a ö, kollégáimmal most fölmentünk a tetőre, és, ö, és mondom, megnézem már mennyibe meg. 1080 forint, passz meg. Mondom, te mi a picsa ez, arany? Nem, nem. Ja, mert azt ugye, amit föltettem neked a képet, akkor világosodtam meg. Ugye, Krisztián, mikor mi együtt voltunk a képviselők házában, emlékszel ott a, a grill sütődénél? Igen, igen. Ó, képzelt, befejlesztett egy ilyet a cégünk is. Három panel, fej fölött, mozgásérzékelővel, tehát csak akkor. Azt néztem a képet hát róla. Ja, ja. Kurva jó volt. A kapusznit föl kell raknom, mert nagyon pirítja a fejemet. De a fölrakom a kapusznit, ez kellemesen átmelegszik, és akkor úgy tartom a meleget. Tök jó. Pillanatok alatt fölmegy mínusz négyről ilyen 6-8 fokra. Na a másik. És a... akkor feledkezzünk el jótékonyan arról, hogy nálad is sikeresen arrétolták az inger küszöböt itt hat hónap alatt, mert hogy igazándiból föl sem merül már a kérdés, amikor egy anekdotázol a dohányzóhelyre fölszerelt melegítő Mégis mit keresel egy dohányzóhelyen? Krisztián, magunk között vagyunk. Elmondhatom Persze. neked, hogy én a, a, dohányzó helyre hétköznap nappal megyek föl kizárólag. Sem, nem. Azt mondom, hétköznap nappal megyek föl, ötből egyszer. A többit mindenkinek a fantáziájára bízom. A másik, ami a, a hírtévés cikkhez még nekem ö, eszembe jutott és szemet szúrt, amiről mindig beszélünk, hogy, hogy hogy alakul át a piaca a cigarettának is. És néztétek -e a snitteket, a bevágásokat, mikor volt ezelőtt, 6-8 évvel az, hogy mutatnak egy trafikot, és ott a, a, a nagy része, az meg is olyan, olyan vágott dohány kínálatuk van, hogy el se gondolnád, hogy ezek csinálnak a vágott dohányt. Igen, és van. Igen. És akkor, mikor mondják, hogy úgy, úgy, ne, én tudjátok, én, én én azon szocializáltam, hogy vágott dohány nagyon nem vettem, hogy ö, egy cigaretta, és akkor ott meg volt a dobozonként az adótartalom, de itt meg azt mondják, hogy kilónként, meg mit t fura volt egy picit, és aztán látom a képen, hogy úr úristen, mennyi fajta vágott dohány. Persze, mert az... az ha rárőpentek, persze. Silányab, hogy... olyan, olyan prominens márkák jöttek kivágott dohányjal, akiről tényleg soha nem gondoltad volna, hogy lesz nekik. Igen, hát igazodnak ez, ez, az itteni elmebetek helyzetekhez. Ez, jó. ez olyan, mint hogyha Bugatti Veyron kihozna egy négy hengeres szívó benzines autót, mert ö, ö, Egyébként ö, emelni, egy kéne a... Igen, emelni kéne... az áron, de így lehet 20 millió ér már a tied négy hengerre. Egyébként a magyar úgyis csak a külsőségeket nézi. Lassan gurulni a lámpána, meg négy hengerre is lehet. Na mindegy, ennyi. Hát azt, azt, csak tényleg már, már azért, hogy mindenki egy picit egyenesbe kerüljön. Hát azt el kell mondani, hogy, hogy ez, a, ez a dohány, amit itt vágott dohánynak hívnak, az a töltő dohány. A sodró dohányból minden exkluzív márkának van exkluzív sodró dohánya, de, de az a magyar piacnak tényleg csak egy nagyon jelentéktelen részét. Meg az nem ez, a, nem ez az árfekvés. Hát igen, igen. Na és akkor itt vezetnék át a következő témára, hogy a Krisztián letudta. Mindjárt mondja, hogy igen. igen. Bővebben nem igen. <gül> szóval. <gül> szóval, 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 szóval. Debrecen Reloaded. A, úgy mondom a második turnust, hogy a, a mi um, promóció. mostani szezon. Igen, a most, tehát az S02, E02, az uh, megkezdte a. a, a, a az álbáriáját, igen. És, és egy fontos dolgot mondott Bárány Miki, amivel nekem szembe kell, hogy szálljak az az igazság. Tegnap szintén a JTR-ben ezt elmondtam, hogy ö, azt mondta, hogy ő ezt a pattintós ö, cigit szívta, és hogy, ö, hogy az a baj, hogy nem lettek olyan rosszak az értékei, ö, ettől független, nem tudom már pontosan, hogy mit írt, ezért nem fogom azt mondani, hogy azt mondta, hogy, de ettől függetlenül én azt mondom, azt mondtam, hogy Ö, senki ne arra bazírozzon, hogy a, a dohány, tehát ne a méréseknek akarjon megfelelni az ember, hogy mit tudom is én újságpapírba tekert WC papír gurigát szív, hanem <laughs> ha, hanem <gül> te, <gül> hát de komolyan, tehát azon versenyeztek már ott, azt nem emlékszem, vagy nézte te is a, a topikot, hogy hogy ki tud rosszabbat szívni, meg szarabb dohány. Nem az a cél. Nem az a cél. A, szerintem, de javíts ki múlva, ha rosszul gondolnám, hogy fifika, a legelső mérés, a, az elcigarettás mérés a leges legfontosabb, hiszen, hiszen ott mondják ki azt, hogy bakker olyan a tüdőd, mint egy nem dohányzónak. Alapvetően, igen. Ez a fontos az én megvilágításomban, és ugye nem véletlen kérték el a vizsgálatot végzők azt, hogy milyen cigarettát szívtál, mennyit szívtál, milyen hosszú ideig, és most mit szívsz, mennyit szívsz naponta. Tehát ők biztos, tehát nem azt fogják mondani, hogy az volt a lényeg, hogy elszívja, amit hasonlítok, 15 száz cigit, és akkor azt a, a kapadóhány kapadohány ekvivalens mondjuk a, a 0,3-as itt pelmellel, hanem biztos, hogy ők is valahogy ezt nekik ebben a tudományos vizsgálatban súlyozni kell. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy nem feltétlenül kell azért a, olyan dohány szívni, hogy megvakulját tőle, vagy most csak hülyeséget mondok, de tehát, hogy, hogy, hogy a beledet kiokádjad egy fél szál után, hanem tényleg próbáljon mindenki megfelelni a minimum elvárásnak, vagy ha ő mondjuk erősebbet szívott, akkor hát te is emlékszel, hogy te mit szívtál, azt nem ment az a, az a tempó neked már. Tehát... <laughs> ez nem kifejezés. Tehát nem, nem kell ö, úgy csinálni, mintha tegnap előtt tette volna le a, az ember a cigarettát, és akkor visszaállok a erősebbig. Mindig kevertem a zsitánt, mert ott azt hiszem, hogy a világosabb színű a durvábbik. Hogy, hogy, akkor... Hú, az, nem, az... Zsitán, a Zsitán az egy... Az a francia mahorka. Tehát... <laughs> hogy, hogy, ne az, ne, tényleg ne vigyel az embereket ilyen tévirány, vagy tévútra az, hogy minél szarabb a cív, vagy minél rosszabb legyen az értéke. Na, ne, tehát ennyire azért nem... Így is úgy is szarabb lesz az érték, és igazából a cél az az, hogy egy átlagos dohányost szimuláljon, emuláljon az ember. Úgyhogy nem, nem, nem keresztúzásba vinni, és én annál is inkább tanácsolnám, hogy nem kell átesni ennyire a ló túloldalára, mert önmagában az az egy hét dohányzás borzasztóan rossz. Tehát ezt még direkt még rosszabbá tenni, <laughs> Az eléggé önsorsfrontás. Va Valahogy át kell vészelni ezt a hetet. A, épp azért be fogok rakni egy linket, aki nem fogja majd a notes-ban látni tartalmat az azért van, mert ez a párásítónak a zárt csoportjában van, de mindig elő-elő kerülnek üde színfoltok. Most például Daróci Gábor írt a második nap összefoglalójáról egy pársoros kis beszámolót, és ott szedi össze a gondolatait és írja, amit te is mondtál, fejfájás, anyám kínja, sötét, sötét nem is valami durva, sötét zöld pelmel, és, és, mellette meg ott van a, a most megérkezett IPV8-as mod, ami úgy pihenget még az asztalon egy kicsit, aztán... Ez hogy... mekkora kibaszás, hogy most Igen, olyan, meg az is. Megjön, és így a pécsába nem tudom kipróbálni. Úgyhogy Úgyhogy, ha nem látjátok a bejegyzést, amit a sónozva beteszek, akkor szépen csatlakozni kell a csoporthoz, mert ilyen beszámolók is vannak ott. Kitartást kívánok azoknak, akik most vannak. Az előző turnus, és akkor itt included Krisztián, köszönjük a fáradozást. Én már edzem a tüdőmet az utolsó tripre, Úgyhogy annyival lehet, hogy előrébb leszek, mint te, Krisztián, hogy a mi gépjárművünkben a parancsnok, a gépjármű parancsnok kocsistomi engedélyezte a dohányzást. Ó. Oh. Úgyhogy ez, oh. ez, egy, ez egy kis könnyítés lesz, bár én már ebből tudom, hogy mi lesz. A kocsibon fogunk Nem dohány. fogtok akarni igazából, meg fogtok dögleni annyira elviselhetetlen büdös okádék szar lesz. Ez tehát. lesz az egyik, a másik meg, hogy majd minden nap meghallgathatom, hogy. Tedd a szennyesbe a ruhádat, büdös cigiszaga van. De ez volt? Krisztián, neked volt ilyen? Abszolút, abszolút. Itt az előszobába kellett tárolnom a pulóveremet, meg minden. Ez borzalmas volt. És én pont visszagondoltam, hogy ö, jártam én még úgy dolgozni szórakozó helyre, hogy lehetett mondjuk a, a, az előadónak a pultjában dohányozni. És én ott is dohányoztam. Nem én voltam az előadó, én egy technikai személyzet voltam, de ott is dohányoztam. És uh, mikor megjött az a szabályozás, hogy nem lehet szórakozó helyen dohányozni, és hazamentem az első ilyen turnéról úgy, hogy nem lehetett dohányozni, dohányoztam csak kint. És akkor, és akkor jött, hogy mennyivel másabban, nem kell kimosni a ruhádat, hát ki kell mosni, csak úgy, hogy tehát nem érzi azt a büdös cigarettaszagot, amit a szórakozó helyen magába szívott az összes többi dohányosból, és visszagondolva uh -huh. tényleg egy agyrém volt, hogy ezt zárt szórakozó helyen szívhatod bent a cigarettát. Agyfasz, agyfasz. És hogy most néztem valami ö, 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 kis insider info, lefoglaltam a repülőjegyet fiúkák, még nem mondom el, hogy hová, csak adáson kívül. Ho, 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 ho. És most miket nézek a Discovery meg a Nat Geon? Repülőgép katasztrófák. <gül> <gül> csak én lehetek ilyen hülye. És ott látok ilyeneket, hmm. hogy 1980 valamennyi, Ö, rekonstruált esemény, és fönt szívják a cigit a, a a repülőgépen. A és repülő. hogy az egyik faszinak az mentette meg érdekes mód az életét, hogy a dohányzó hely hátul volt, ő nem dohányzó helyet kapott, és szólt, hogy dohányzó, és akkor hátra ültették, leszakadt a gép farka, túlélte. Na mindegy, ebből nem azt kell kihozni, hogy dohányozzunk, mert akkor túléljük. De, na szó, szóval, ilyen hülyeségeket nézek azóta picsába vele. Na, úgyhogy én nagyon várom a, a mostani turnust is, hogy végezzenek. Fejben én már állítom össze az én kis skriptemet, hogy mik, a, mik az elképzeléseim a... Azt már mondhatom, mert hogy ugye én ezt dokumentálni szeretném az elejétől a végéig videóval, egy ilyen a rászokás naplója, vagy valami hasonló címmel. Munkáscím. Ezt valahogy sejtettük. Most még ez. <laughs> És naponta jelentkezünk majd egy ilyennel, úgyhogy, úgyhogy járnak a fejemben a gondolatok, hogy mi az, ami, de te is hívd fel a figyelmem, hogyha, tehát, hogy mire kell figyelni, mi a, már, tehát én nagyon félek ettől, hogy, hogy nem fogom kívánni, és egyébként a, mióta a, munkahelyen nem lehet bent használni az elektromos cigarettát, a, magamon is észreveszem, hogy, hogy azóta még sokkal kevesebb szer állok föl, és csak azért mozdulok meg, hogy tudjak vépelni. Úgyhogy ettől félek, hogy nehogy itt is az legyen, hogy ó, az olyan szar, hogy inkább nem is szívom. Mert, de hát itt meg kell, mert kell a vizsgálat miatt. Akarat erő, Charlie, kurva nehéz, nagyon-nagyon-nagyon nehéz erőt venni magadon. Plán én az elején vettem észre azt, hogy abba a tempóba mentem, hogy hogy mikor kívánom meg, akkor igazándiból sosem álltam volna föl, hogy kimenjek, tehát már egy az órát néztem, hogy oké, okay, muszáj mennem, mert különben nem lesz ki a kvóta. És... Hát én beállítom a ja. csuklómon az órát, óránként pittyeg, az jó van. Csak hogy én arra gondoltam, hogy az elején kezdek valami gyengébbel, és aztán mikor kicsit meg acélosodott, a tüdőm, és már kellően krákogok, meg köpöm. Nekem rossz szokás egyébként, de én nem bírtam sosem a, ezt a nikotinos keserű szar lenyelni. Én azt mindig kiköptem, akármilyen guztustalan, mondhatok bármit. Én nekem, nekem ez volt, nem bírtam lenyelni. Én nagyon gyűlölök köpködni, de ezt a hetet végig köpködtem én is. Igen. Tehát, tehát nincs, vás, nincs választásod, ömlik a nyál a pofádból, és borzalmas az üze, tehát <gül> <gül> muszáj köpködni. Ami nekem bevált, de hát nyilván embere válogatja, az a duplázás a kétszáz zsinórba. Az működött. Egyrészt így gyorsabban be lehetett darálni a, a, a napi 15 szállat, amit én kitűztem célul. E, másrészt, ahogy tudom én, így a negyedik nap környékén lehetett érezni, hogy az első szám már nem annyira borzalmas e, reakciót vált ki az ember szervezetéből. A rákövetkező azonnal az az menthetetlenül szar volt minden egyes alkalommal, és így, így, így nem volt meg még az ötödik, hatodik, hetedik nap környékén sem, hogy ó, elszívok egy szállat, nem is olyan rossz, hanem közvetlenül... Vagy hogy elszívod, mert kívánod. Az nem volt, az nem volt, egyszer sem volt, hogy kívánás miatt gyújtsak rá, de hogy egyre kevésbé volt elviselhetetlenebb az első szál a kis szünetek után, ami a két dohányzás között eltelt, és így, hogy a másodikat rátoltam, az, az viszont nem, tehát az... az... A, ne, nem értem ennek a, 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 a működését egyébként, hogy hogy az miért nem. E, miért volt annyira elviselhetetlenül borzasztó, hát de hogy ez én, így végig, végig az egy hétig. Ha végig gondoljuk, akkor ugye amiről mindig beszélünk, hogy mennyivel lassabban ö, szívódik fel az elektromos cigarettán keresztül a nikotina szervezetedbe. Tehát ez az 5 perc dohányzás, VS 30 perc elektromos cigaretta, én csak erre én... tudok gondolni. Tehát telítődik de egyszerűen hogy az az a szervezeted ilyen az is. Tehát amikor Igen. már kevésbé undorodsz az ízétől, mit tudom én, az ötödik nap környékén, ha közvetlenül utána rágyújtasz még egy szárra, az nincs ilyen, tehát az, az tompítatlanul borzalmas, mint a legelső. Azt tudom, mikor, mikor nekem volt például, hogy átjött a bárány Miki, és ugye csináltuk a live-ot, hogy láttam, hogy na most erőt vett magán, és akkor egy ilyen zsinórhármas. A, a, a dupla az még szerintem nekem is menni fog, meg menne, mert munkahelyen is mindig kevés volt az idő, fölmentünk. Dupla. Csókolom, lementünk. De hát, áh, nagyon... Ez nem olyan félelem, mint félelem a haláltól, csak öh, tényleg ez a... Ezt mindegyik ötök mondta, ezt a fejfájá. Én meg fejfájós vagyok egyébként is. Hát, ez a fej... hát figyelj, akkor nem tudom, hogy mi a rosszabb egyébként, hogyha nem vagy fejfájós, és megkapod, vagy hogyha rutinos fejfájós vagy, és, és úgy, úgy kapod meg. Hát és a... Sehogy se jó. Hát, Algopiron... algopirin, nospa, forte, az ben van, tehát az maximum azon élek egy hétig. Öh... Mindegy, kitartás a mostaniaknak. Nem győzzük elégszer köszönni, hogy hogy azért ez, ez zsír, amit tesznek az egészségükkel azért, hogy ez a kutatás véghez Réfbe mehessen. Érjen, és ja. igen révbe érjen. Annyira köszönjük nekik, mint mondjuk mi a patronjainknak, akik támogatnak hétről hétre bennünket. Zseniálisak vagytok. Köszönjük szépen, köszönjük. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show t keresd a narancssárga Patreon téglalapot és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 A másik, és akkor itt eveznék egy picit könnyedebb témára, mert pff, hú, eh, nagyon szalad az idő. Ö, terjed egy kamu behúzós oldal az Instán, Instagramon, és ö, találkoztam másik csoportban is vele, de engem is bekövetett az a fake user, aki hát megkattintottam, hogy mi az, és akkor utána a leírásában ott volt, hogy, hogy meg rám is írt, hogy, hogy ingyen termék, meg termék minta, meg teszteld, és akkor utána tied lehet. Na mondom, már megnézem, mi ez megkattintottam a linket, Joytek egyébként. Aztán olyan fura volt nekem, hogy, hogy csak annyi a dolgot, hogy, és a weboldalon van egy visszaszámláló, hogy ú, nagyon jó, még ennyi időd van, ami kellő motivál, ugye, 11 perc környékén ketyeg. És, Mindig. E ezt akkor ki akartam <laughs> rátérni, hogy hogy kattints rá, és valamelyiket tedd meg, telepítsd fel ezt a programot a telefonodra, és futtasd legalább fél percig édesanyát picsáját. Aztán mondom, nézem az órát, igen, nyomjunk egy f -öt. Ó, basz, meg ugyanúgy 11.58-ról indul, mondjuk most hasonlítottam. Megint f Ó, megint van 1158 -ről. zseniális. Aztán nézem a domint joytech.ga. Hát gondolkoztam, hogy mikor mentek. Azt hiszem, hogy a GA az a Gambiának a, a a doménje, úgyhogy... De vagy az gabon. azt mondja, G a domén. G a domén, G a domén. Gabon, Gabon, gabon. igen. Tehát, nem... Gambia az GH -e, no. Hogy mikor, mikor került át a Joyteknek <suss> a termelőbázis a Gabonba, Úgyhogy abban a pillanatban tiltottam, és, és menj a picsába, de ezt mindenkinek mondjuk el, hogy ilyen feltűnően jól hangzó dolgokra nem szabad ráugrani. Hogy telepítsed föl, és csak, csak futtasd fél percet a telefonodon, mert mi van, hogyha valami... És térjünk át a Black Mirror-ra ugye, mint sorozat, mikor valami víruskereső program föltelepül a számítógépedre, és a kamerádat bekapcsolja, mondjuk, és ez még a jobbik eset. De ha már és ez, gyerekek, ezt mindig el kell, hogy ide jussunk. Megint elfogtunk egy levelet. Illetve csak egy beszélgetést. Hogy megint az a téma, hogy engem, tudjátok, mainstream dolog engem utálni. De hogy azért utálnak, mert én... Egyszer már is kipróbálom. Oké, oké. Tényleg, jövő most legyen ez a mi challenge Igen. Jó. Egyszerű Egyszerű lesz, csak azt mormoljátok magatokban, amit az emberek, hogy ez egy tróger, mert ez ingyen kapja a dolgokat, és ez mindent ingyen kap, és aztán ezt megtartja magának. És ez mekkora tróger. Szeretnék mindenkit fölvilágosítani, amit milliószor elmondtam. Magyar kereskedőktől ingyen semmit nem kaptam. Azokat mind vissza kellett adni a teszt után. Ha pedig a kínaiaktól valamit ingyen kaptam, akkor azokkal hol lehetett még találkozni, Krisztián? Mondjuk a podcast találkozón, vagy sorsoláson, vagy tököm tudja milyen giveaway tehát minden, minden ki lett sorsolva, ami olyan volt, ami meg, ami meg magyar kereskedőtől jött, azért vagy fizettem, vagy vissza kellett adni. És akkor ezt itt le is zárom, itt ez nem a magyarázkodás része volt, csak a faszom tele van ezzel, hogy komolyan mindenki azt hiszi, hogy itt izéből kolbászból van a kerítés. Ez szép, mi? és értem Charlie, amit mondasz, de akkor is egy gyökér vagy, mert ingyen, ingyen kapod a dolgokat. Igen. De nem, én nem komolyan mondom, nem értem Charlie. Hát, ha ingyen kapod, akkor most miért kell haragudni, aki Azért haragszik rád, mert ingyen kapod. Nem, én nem haragszom rá, csak próbálom a, 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 a smog ködét így, így elhessegetni, hogy lassan tisztán már az aki. Mi volt korábban a tyúk vagy a tojás? Lehet, hogy az emberek elkezdtek házba szállni. Figyelj, állni, mert azt gondolták, de, de hogy ez te is, biztos ingyen ne, kapnád. Semmit, semmit nem mondják, Krisztián, mert most a Csárli fölhasznál minket arra, hogy az ingyen kapott cuccait érted? velünk! Na jó, van, basztátok Szóval nem ez úgy volt szerintem, hogy először egy valaki úgy gondolta, hogy utálni fogja a Charlie-t, mert a Charlie biztos ingyen kap dolgokat, és Charlie ettől annyira szomorú lett, hogy egy gyártó meglátta a szomorú tekintetét, és ezért gyorsan elkezdett neki ingyen küldeni dolgokat, hogy ne szomorkodjon annyi. És, és kész a baj. Látod, ennyi múlott a picsába. Charlie-val kapcsolatban a legszebb, még az a legelején volt, amikor elkezdte az LCG-t, ezt a és még nem tudtuk, hogy ebből mi lesz. És akkor így odajött egyszer hozzám valaki. Figyelj, nézted már ezt a gyereket? Mondom, két, ezt a Charlie gyereket? Már mondom, mit kellene rajta nézni? Ez biztos, hogy akar valamit. Jaj. <Sz> és ezt úgy mondta mintha a világ legszemetebb dolgát, ez biztos hogy akar valamit az antant hát okay. hatalmak. Mi, de így most már visszakérdeztetek így az évek homályából, uh, uh, mit akartam jaj tudom, várja akartam egy premiért. Igen, igen, igen. Ingyen termék, mint És ezt jól véka alá rejtetted. <laughs> <laughs> akartam valamit. Ö, apropó, picit átalakítottam a weboldalt, mivel már régebb óta nem voltak terméktesztek, ezért most a podcastet, a JTR-t egy picit följebb toltam a, az oldalon, hogy hmm. hangsúlyosabb helyet kapjon a podcastünk. Van még egy témám a faj súlyosabbik előtt, és és ez nem is nem is vonatkozik ez annyira az érzékihez. E ez, ez ez egy off-topic is lehet. De rákattintottam, mert ez egy ilyen clickbait cím volt, hogy az iPhone úgy hat mint a drog. Igazából nem az iPhone hat úgy igazából mint a drog. Ez egy indexes. Ez egy hülyeség cikk, Szerintem is. De de van ebben minden ebben. Ebben van Facebook, ebben, ebben van a akaraterő, és amit magatokban nem tudom, hogy fölfedeztek-e, de én például pont úgy szoktam ébredni, mint a cikkben, fejlécben szereplő ö, figura. Tehát ö, direkt a telefonomon screen lock van, hogy ne forduljon el, hogy mikor fölkelek, a tenyerembe veszem a telefont, és így fekve fényerőt leveszem, és átfutom az e-mailjeimet, az indexet, a gmailt, a fórumokat, és ugyanígy, ezt, ezt meg tudom csinálni minden reggel, 40 perc. Ez, ez a fix process. Ha dolgozom, akkor akkor nem, természetesen. De hogy euh, itt nagyon érdekes euh, dolgok vannak a háttérben, és csak azért mondtam, mert ott volt a reklám táblán, euh, szerintem ez már nem a mi David Görlitzünk, de euh, ott van a, a táblán, hogy milyen jó is ez a Winston cigaretta de hogy, hogy, ezzel milyen szinten foglalkoznak emberek, hogy, hogy szoftverfejlesztő cégek viselkedés kutatókat alkalmaznak, hogy, hogy, behúzzák a usereket. Egy like gombbal, és basz meg, vagy basszátok meg, bocsánat, többes számba, hogy jött valami értesítés nekem, hogy múlt évben, mit tudom is, én hányat lájkoltam, like és valami ha rosszul lettem magamtól, hogy hát, már csak így megszokás nyomkor az, ha valami tetszik, megnyomod azt a kurva gombot. Akkor igen. Mert az úgy, az úgy tetszik, és hogy azt mondják, hogy ugye minden arra eredeztethető vissza, hogy te attól te, te meg akarsz másoknak felelni, és te a legegyszerűbb módon most a megfelelést a lájkokban tudod már mérni. És hogy ez körülbelül pont ugyanúgy birizgálja az agynak a jutalom központját, mint a kutyáknál a pavlovi reflex, mikor a nyálelválasztás megindul. Ö, vagy, vagy, mikor a dopamin, mint neurotranszmitter, ugyanazt csinálja a kokain vagy a speed. A, a boldogság hormont elindítja az agyadban. Az, és azzal... a zenei, a zenehallgatás is ugyanezt csinálja, úgyhogy... Igen, igen, csak az, az viszonylag nem olyan káros mondjuk, mint a kokainfogyasztás. fogyasztás, csak hogy, hogy itt is az van, ugye, hogy a rabjává válsz annak, hogy és annak akkor te értéktelenebbnek érzed magad, hogyha valamit kiraksz a Facebookra, és nem látod, hogy jön a like. Meg hogy az ismerőseiden azt látod, hogy fú, milyen happy mindegyik, mert balin fényképezkedtem, meg boraborán fényképezkedtem, és te, te, meg ülsz mondjuk a nyolcban fönt a bérházban, és fú, az meg egy gatyába kódolok, a szaraz életem, és ettől érzed magad, Értéktel. Hülye vagy. Egy száll a kódol, és szar az élet. Ez a két dolog nem összeegyeztethető. A, a létezés csúcsa. Elképzelem, hogy az új munkahelyedre begrasszálsz a hogy én így szoktam meg. Jaj. És egész olyan apró dolgokba belemegyünk, hogy, hogy, a, hogy az, és azért lett szerintem ez ilyen clickbait, az iPhone, hogy a, a kis badge ikon a sarkában, hogy hány üzeneted érkezett, hogy az baz meg piros, hogy, hogy ez odavonza a tekinteted. ilyen apróságokat baz meg. És azt mondják, én ezen ezen megdöbbentem, hogy többször vesszük elő a telefon, valami több százszor vesszük elő egy nap a telefonunkat, csak azért, hogy megnézzük, hogy van-e értesítésünk, van? jött-e e-mailünk, ja, ne, mondjuk nem te, hanem mindenki no más normális ember. Tehát tudod, hogy nem tudtam, hogy vissza kéne hívni. Ő, Csárli, most látom, hogy három napja kerestél. Mit akartál? Igen, tehát te, te nem ez vagy. De hogy úgy tervezik ezeket a rohadt alkalmazásokat is, hogy, hogy töltsünk több időt vele. Gyere vissza naponta, azért jutalompontot kapsz. Meg az anyám kínja. Úgyhogy ugyan ez a játékokban? nálam ez a játékok oldalán van meg, hogy na nagyon betud, ha mondjuk jön egy új cím, az, az napokra be tud rántani akár meg meg mindenben megvan, de ez amit már egyszer lamentáltam szerintem egy másfél évvel ezelőtt, vagy ilyesmi, amikor a, a, a függőségről és a nikotinról papoltak ugye a, 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 meg az okosak, hogy, hogy minden függőséget okoz. Tehát amikor van egy kedvenc sorozatod, és vége, és úgy hagyják abba, és nem az egész évadod van meg, oh, most mit fogok csinálni egy hétig, és hogyha mondjuk van öt ilyen sor, tehát millió egy ilyen dolog van, ami, ami ezt csinálja. És igazándiból társadalmi károkat meg nem okoz, úgyhogy nem értem, hogy mi közük van hozzá. Az jutott eszembe egyébként, hogy a, a távó-keleti országokban, kiváltképp Kínában a, a, az MMORPG játékokban kötelező bevezetni azt, hogy nem tudom, én hány óra után kijelentkezteti a játékos. Tehát limitálva van törvényben, hogy maximum mennyi ideig lehet egy session tolni és valami koreai adaptációt próbáltam ki, és Európában ugye ezt nem lehetett, meg földgyújtották volna a kiadónak a központját, hogyha ezt bele, beleveszik az európai Biztos. játékba, de hogy azt a feature benne hagyták, hogy csak figyelmeztetett hogy figyelj, most már három órája já, já, játszol, nem akarsz valami más csinálni. Ami ezzel igazándiból nincs is probléma, de hogy tovább fűzzem a gondolatot, így a mobiltelefonokra, meg ilyesmire, hogyha ezek az emberkék, mint a, az a fajta lelkületű puritán őrültek, akik a dohányzás fókuszpontba is dolgoznak, meg ilyeneken egy kicsit elburjánzanának jobban, akkor, akkor milyen lenne már, hogy a telefonunkban is ilyen funkciók lennének? Hogy hup, ne arra úgy, már 10 percet beszélgetsz anyukáddal a telefonon, most már tedd le a telefonodat, és így mindenbe. Húp, már legalább 10 percet nézed a Facebook feladat, légy szíves kapcsolt ki a telefonodat, majd kikapcsolja magát a telefon, és amikor legközelebb bekapcsolod, akkor csak egy ilyen nagy visszaszámláló van, hogy türelem, Lajos. Ez, ö, azt hiszed, hogy, hogy most ö, viccelek, de egyébként ezt a, én mondjuk a nodot is, ismerem, ezt megcsinálta a gyerekfelügyeleti szoftverében, tehát ott a webben meg tudod határozni, hogy hogy mennyit lóghat a telefonján a Facebook De a parental control, persze, a parental control nyilván lévő nyurkónak az idejét valamilyen szinten kell, hogy tudja kontrollálnia. De ezért nem isztétnek hívják, ugye, angol száz vidéken ezt a fajta állam berendezkedést, amikor az útholsó piszlicsár szarba is bele akarnak szólni, hogy te hogyan éld a, a, az életedet. És nyilván szülőgyerek viszonyában azért ennek van értelme, de amikor felnőtt embereknek próbálják megmondani hárman, hogy te hogyan ne dohányozzál, és a többi, és a többi, vagy hogyan használd a, 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 a mobileszközödet, vagy hogyan játsz, az egy kicsit durva. De ha belegondolsz, nem Tudom, a cikkben is írják, szerintem van ez, a, ez az angol kifejezés szó, vagy rövidítés, ez a FOMSI. Ez a Fear of Missing Something Important. Tehát ö, nem, nem azért ö, nézed már a telefonodat, vagy csinálsz bármit, mert... Ö, mit tudom is? Semmi nem történik a Facebookon, az meg kétszer, öt perc alatt. De megnézed, hogy... Hú, tör, történt valami? Lemaradtam valamiről? Ö, ehhez szerintem egyrészt nagyon rá kell érni, meg másrészt egy adott fajta személyiségkel, de aki mondjuk ennyire van ez, úgy hívják, hogy hajlam a függésre. És hogyha nem valami, ez nem A-val kapcsolatban alakul ki, akkor találsz valami mást, és B-vel kapcsolatban alakul ki. Tehát van az a fajta személyiség, ami erre fokozottan alkalmas. Ha bárki bárkirezet fosik, akkor is valamibe belefog, vagy valamire rá fog kattani, és valamitől ö, függeni fog. Nem tudom. De persze erről nyilván lehet hangzatos statisztikákat hozni, meg ilyesmi, meg nyilván egy csomó olyan ember van, akinek az életében ez akár problémát is okoz, de, de ez megint olyan, hogy mit tudom én, egy szűk szelet miatt mondjuk messze menő következtetéseket levonni, és olyan emberek hozzáférését, életét, szabad idejét korlátozni, ne agy isten, akiknek meg semmiféle problémát nem okoz ez a dolog, hogy minden területen igazándiból ebbe az irányba látszódnak elmenni a dolgok, hogy tényleg minden szarba beleugatnak az életeddel kapcsolatban. Szerintem ez nem annyira jó. De most mi is beugathatnánk másoknak egyébként. És át is Na. vezetnék ilyen iszonyat, iszonyat rádiós bravúr ez az átkötés az eu ra nagyon brillirozó ma, igen, iszonyat frappás átkötéseid vannak Charlie, Tehát komolyan mondom, fölébredtem, baszki, azt a betyár életbe. Hú, ez nagyon, ez, na, ez a mi is beugathatnánk másoknak. Ez nagyon jó volt. Kicsit féltem tőled, <kül> Fifika, mert... <kül> Bocsánat, nem szóltál 10 percet? Azt hittem, hogy belefagytál a hideg szobába egyébként. A, az... Konkrétan már igen, tehát ilyen bottal kéne piszkálgatni. Bedurmolt. <kül> Na, de mesélj már akkor, hogyha már megszólaltál, hogy mi ez az egész, okosodjanak a kedves hallgatók. <kül> tehát önmagában röhelyesnek tűnik a történet. Ugye nálunk már bevezették a jövedéki adót, de az EU döntés hozói kíváncsiak arra, hogy neked mi lenne a véleményed. Egyébként ez nem, nem csak erről szól, tehát egy picit jobban kéne ismernünk az EU-s törvénykezést, a lényeg az, hogy ha kinéznek maguknak egy termékkört, amin valamilyen központi adóterhet fognak bevezetni, akkor ezt ilyen EU-s direktívákban fogják megtenni, és meghúznak egy tolik határt. És az EU egyébként ezt már folyamatosan, és azt hiszem erről beszéltünk is, tehát azért ez a páresítő, ez nagyon jó ilyen szempontból, hogy mindig visszaigazolja a mi előrelátó képességünket. Zoli vagyok, hívjátok a fizetős telefonszámunkat, tararam, 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 és majd elmondjuk, hogy mi lesz az e cigarettával. És be is igazolódott az a félelmünk, és erre már ugye voltak is példák, hogy az EU-n belül elkezdték feszegetni az e-cigaretta adóját, és most már biztos, hogy a teljes EU területén az elektromos cigaretta után töltő folyadékokra adót vetnek ki. Ehhez kérik a mi véleményünket. Kvázi nemzeti konzultálnak minden nemzettel, és bárki kitöltheti ezt a ezt az EU taxatéva kérdőívet, és uh, nyilvánvalóan nem kell megmondanunk, hogy ezt hogyan kéne kitölteni, hogy uh, uh, megértsék, hogy nem akarunk ilyet, de lesz. Tehát uh, ezt, uh, ezt, uh, ezt, hogy nem akarunk, ezt már nem fogjuk tudni elérni. Maxim annyit tudunk elérni, hogy a, az EU-s direktívában a to tolik határ ne lépje át a magyar inger küszöb. Uh, Uh, nem tudom is én felét mondjuk, és akkor olyan úgy se lesz, hogy visszamódosítanak jövődik. ott de hátha. Uh, úgy, ez nagyon -nagyon -nagyon hát ha. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon. nagyon Bocsánat, de ezt azért bízzuk majd inkább az alkotmánybíróságra. <laughs> Oké? Okay? De nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos challenge lenne az, mert hogy február. Uh, uh, 17-ig van, ha jól emlékszem, a, a határidő, hogy február 17-ig minél többen töltsük ki ezt a kérdőívet, és ö, ö, vegyenek ö, rólunk is tudomást. A, a kérdőív az angol, aki nem tud angol, az nyugodtan használja a Google fordított, mert ilyen nagyon-nagyon rettentően egyszerű kérdéseket kell megválaszolni. Én még nem néztem, Úgyhogy... nincsenek magyar verziója egyébként, mert az ilyen Úgyhogy... hivatalos EU-s felületeken... Én, én három nyelven, nyelven láttam, Aha. német, angol, nem tudom én, mi, de pff, Krisztián, dúrjuk meg a, a cuccost, de én úgy tudom, hogy, hogy három nyelven elérhető csak. Hát én, én most megkattintottam, itt a Languages-ben egyedül az angol van nálam, már mikor rajta vagyok a... a... Kitöltésen. Trógerek, tudnám, minek fizetjük be azt a rengeteg pénzt az EU-ban? Igen. Hát, hogy utána megkaphassák a gázszerelőt. <haha> Például. Szóval ez, ezt, ezt rettentően el kéne kezdenünk tolni. Legalább egy 200 embernek Magyarországról muszáj lenne kitölteni. Úgyhogy én is elkezdem megosztani kin lesz az adás alatti linkben, és hát mindenféle csoportba be fogjuk tenni. Azért ne kapjatok harci ideget, de, de ez tényleg fontos lenne most, és 5 perc az egész. Tehát hogy fogalmazzuk meg ég. ezt, hogy mondd már mi ez? Fontos. Nem közönség, nem véleményfelmérés, hanem társadalmi egyeztetés? A kvázi igen, csak ez uniós szintű. Ez uniós szintű. úgyis január van, mindenki egy picit így bepillett, Ó, izé, hozzé, ha úgy semmit csinálni, de tudsz, tölts ki ezt a kérdőívet. Hát, ha jobb lesz, igen. Hát, ha jobb lesz, igen a Clive bc a levlistáján ez fölbukkant már tavaly valamikor, és, és ott az volt a, a körítő szöveg mellé, vagy ezzel kapcsolatban, hogy azért is fontos, hogy minél többen kitöltsék, kitöltsük, és, és adjunk véleményt, mert akik viszont biztos, hogy ki fogják tölteni, és közben dörzsölik a markukat nagy boldogan, azok a, a, az elcigi gyűlölők lesznek. Ők ott lesznek, és ők le fogják írni az összes szar szemetet, amit csak tudnak. A francia, német, angol nyelven elérhető, most nézem azt, azt ahonnan bekattintottam az angol nyelvet, francia, angol, német nyelven. A francba én észtül akartam volna kitölteni. Én meg lettül bakker, vagy finnül. Én meg veszettül, tehát ennyi. Szóval igen, a másik dolog, ami miatt fontos kitörteni, már csak azért is, mert elenyészően ritkán kérdezik meg bármiről is a véleményünket, mielőtt döntenének a fejünk fölött, igen. és letolnánk a torkunkon. Oké. Okay. Na majd körbe trombitáljuk mindenhol. Tehát Jó, minden, én ebben a pillanatban föltettem a. Igiri elcigitesztekre, és akkor innen osztom is tovább már a párási tóba. Tulajdonképp nekünk, nekünk egy saját horgásztavunk van. A párási tó. tó. Ez nagyon rossz volt, én kérek elnézést. Bum! Jó, és visszaterelem a mederbe a beszélgetést. Hogy az meg ugye király? Ugye az oldalad, az pedig a rágó foglalkozik. Ne? Cigit esztek. <Volt> Takarodja. <Sessz> nem, 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 nem. Én az akkumulátor rágással foglalkozok, mert e cigit esztek. Az <tossz> <Baszik tossz> meg, ez... Mi, miben volt ez? Várja, a Most lakó, a Mostohámba. Na ő, ő a főszereplő. E-cigit eztek. Emlékszem, mikor az aksit szívta. Igen, igen, igen. Jó, akkor rámennék a... a... Már majdnem... Kim Basinger egyébként. Igen. Rámenné... Ú, mi mire volt az már akkor is. De hogyha oh, már filmekről... Mond. Filmekről, ha már... Maskanő. Szó... Igen. Filmekről, ha már szó van, akkor kettő dolgot meg kell említenem. Az egyik a vikingek, és itt egy fervelt kell Ragnar Lodbrukra mondanom. El kellett tőle köszönnünk. nem már! Nem, ú, bazd meg, elszpoilereztem? Egy kicsit. Egy kicsit, igen. <síns> <síns> Uf, meg, figyeljetek már, de ez nem, nem tegnap volt, tehát én reménykedtem nem benne, hogy most volt. Passza meg hát a itt az ünnepek környékén feltorlódtak. Zseniális. Jó. Hát akkor tudni fogjátok, hogy amikor gödörbe esik, akkor De várjál, nem biztos, de szerintem, hogyha megharapja 20 kígyó, akkor az ember meghal. De jó, akkor ezt... Kivéve meg... őt? Ki... Ugye? A másik, hogy ugye a Bonsznak is megjött a hivatalos hát nem kassa... csak kigyógyítja a náthájából. Igen. Tehát Bonsznak is megjött a hivatalos kasza, és így a 13. évaddal lezárják a dolgot, viszont meg lesz az a, megvan az Hallényra. az előnyük az íróknak, hogy, hogy le tudják zárni. Nem olyan lesz, mint mondjuk a Hú, mi volt az a tenger alatt járós, amit egy év után elkaszáltak, és, és ott lezárták gyakorlatilag 20 perc alatt a filmet. Igen, igen, igen. Nem jut eszembe a... Last, nem, nem a Last Chip. Na mindegy tenger alatt járó néger tudom, aranykombináció volt. Ja, úgyhogy nekem ez a két sorozat volt, meg hát darálom a ízét, darálom a, a, a Black Mirror-t. Ú, nagyon durva. Szerintem még Mi az a... bezúztuk. Az a... Az a az a leglájtosabb de volt ilyen de szempontból, de vannak olyan, de olyan gondolat ébresztő, meg mikor az, az utolsó tíz másodpercben tekeredjet, hogy akit odáig sajnáltál, bazd meg, mert a bokáját lehugyozza a gyerek, mikor arra kényszerítik, hogy raboljon az meg bankot, és hogy úristen, micsoda dráma, és a végén kiderül, hogy hát, de végül is az összes pedofil volt a picsában. Jó, jó volt a Black Mirror, az ne nekem is tetszett. Amikor legelőször erről beszéltünk, akkor kicsit húztad a szádat. Tudod, <coughs> várjál, bocsánat, az a, a, a hogy én hogy beszoptam, bazd meg első ö, évad első rész, a, tudod, sorozat, bazz, Három sorozat, három ö, részes évad, de fos, bazz, meg, na mindegy, nézem. Ö, az első rész, és akkor tudjátok, mikor kiírja, hogy vége az első résznek. A büdös kurva, mondom, 10 perc, leállítom, megnyitom a, a E02-t, mondom, ez mi a fasz? Hát ez tök más. Mondom, nézzük, Pávi. Basznak, mondom, hát ez 50 perc, azt én meg 10 perc után kikapcsoltam. <laughs> Úgyhogy igen, az egy, szokni kellett, de hát ez olyan volt, mint. Nem tudod, mivel jártam így? Néztük, egy pár hónapja a BBC-nek volt egy hatrészes Himalája ö, sorozata, ilyen úti film, és körbejárják ott a, a, a Himaláját jobbról-balról és ezt adták le úgy a a, a, a sütődébe, hogy euh, dupla epizódonként. De hogy úgy volt, egyben nyomva, hogy főcím, film, vége főcím, újra főcím, film, vége főcím, és így volt a kettesével Egyben nyomva, és én ezt nem tudtam, és így néztük, a ah, vége főcím, lekapcs, nézzük a következőt, úgyhogy... És mikor tudod, hogy az, 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 az előző az... történt? Mi van? Igen, mintha hogyha ilyen, nem, nem volt előző részben történt, csak hogy ilyen ki földrajzilag nagy, nagynak tűntek az ugrások, hogy mi van már, itt vannak, hogy a fenébe, de így megnézzük az első, a harmadik, meg az ötödik részt, <laughs> és az ötödik résznél csúszott át a hatodikba, mert úgy felejtettem, nem, kapcsoltam rá, mert úgy felejtettem, ó, oh, bak, <laughs> vissza az egész. Szóval így, ja. Ne is mondjak akkor új sorozatot neked? De, Te mondja, eleve, mondja, mondja. Bősz? Sci-Fi-on indult nem régiben, most a negyedik vagy az ötödik résznél jár, uh, Incorporated címen megy. Azt már és egy... letöltöttem. Ja, jó. De mondjad, mondjad másnak, más hát az... nem csak nekem nagyon-nagyon kis klafa, és tele van e, ilyen megszokott sci-fi-os e, jó kis színészekkel, mindenhonnan vannak a, a, az emberkék, például a e, Stargate Atlantisból, a Doki, meg, meg mindenféle ilyen jópofa emberkék visszaköszöngetnek e, benne, és e, alapvetően arról szól, hogy ketté szakad a társadalom, és vannak a nagyon periférián élők, e, meg vannak a, az ilyen cég konglomerátumban élők, egy kicsit ilyen cyberpunkos felütés felé megy el, csak nem a technológiai fejlődés, hanem a, a klímaváltozás miatt vannak ezek a dolgok, és nagyon nem akarok spoilerezni, úgyhogy nem is beszélünk sokat róla, de hogy a, a korporét részlegbe beépülnek kintről emberkék, és, 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 érdekes, érdekes jó. Ez különben, Lókófa. azt megfigyelted, hogy most egyre több ilyen sorozat van, mint a, mint a Humans, vagy nagyon sok Black Mirror részben visszaköszön ez a be van építve valami az agyadba, a szemedre vetítve, meg, meg, meg ilyen igen, igen. dolgok, és hogy egyre inkább ez, a, ez az androidos vonal erősödik sok sorozatban, ami egyébként nekem a, az egyik best ever rész volt a Black Mirrorból, amikor a állás interjúra ment, és akkor tudod, oda-vissza tudta pörgetni az emlékeit. Aha, az meg van. Igen. És mikor, mikor igen. mutasd már meg, hogy hogy sikerült. Nem mutatja meg, nem is ez a lényeg, hanem mikor elmegy a pasihoz, és meg úgy, úgy, úgy utána vissza kielemezgeti, hogy a, a felesége hogy reagálta a pasinak a mondataira is, és, és utána, amikor a falra kivetíti a pasi, hogy tör, ja, hogy mikor mondta neki, hogy töröld az emlékeit a feleségemről, és törli, hazamegy, és utána visszanézés, és látja, hogy ott volt egy olyan, amikor az a fénykép a falon volt, vagy az a festmény, amit tőlem kaptál két éve karácsonyra. Igen. És hogy a gyerek nem is az enyém, és az meg. Hát nagyon jó, nagyon jó csavarok vannak abban a sorozatban. De hát a Black mirror jutott eszembe. Hát lassan kezdődhetne már a Black Sails is. Meg alig várom. Legszerű, nem tudom, hogy megvolt-e, vagy lemaradtatok róla itt a, a két ünnep között, de lesz alatt a második évadja a Man in the High castle is. Nem, nem, azt nem is néztem. Pedig ú, nagyon jól sikerült. Ott ugye a, a Dick, a, az első Dick könyve, az az első évadban lett feldolgozva, úgyhogy ez teljesen az író fantáziára lett bízva, hogy hogyan tovább. És jól sikerült, jól sikerült a második évad. Érdekes volt nagyon tudom ajánlani, aki nézte a elsőt, és tetszett neki, az folytassa. Na és Fifika neked? Hát a Babylon 5 kívül mondjuk. <gül> <gül> Azért beszél, hogy a szád legalább ne fagyjon el. Már én most, láslak magam előtt csal, a a császár vagyok, mert, mert van HBO Go-m. Úgyhogy végnéztem a, az ifjú pápa. Ó, az igen, igen. Gyerekek, hát az egy zseniális sorozat. De azt te mind nézed egyébként, hogy HBO gód van a számítógépen? Hát az, az, vettem a, a, Mert ugye ezen a, ezen a csodálatosan, kibaltázottan, kicizellált kurva éplőn, nincs egy szabvány csatlakozó, hogy rohadjon meg, aki ezt kitalálta. M mit szeretne tévére kötni? Igen. Ott a szabvány DVI, vagy mini DVI, bocsánat. És uh, vettem egy ilyen átalakított, és azzal kötöttem fel a, a tévére. De egyébként uh, átalakító se kell hozzá, mert ehhez van alkalmazás, ami ki tudja lőni akármilyen média lejátszódra a egy. Igen. Én át pénz nem számít, ennyi. Pénz nem számít, Kínából jött, pici pénzé. És, és szerintem hihetetlen jó sorozat. Egyébként senkinek nem fog tetszeni, aki nem élvezi ezt a fajta milliót, meg ezt a kicsit intrika, kicsit ide szurkálunk, Kics Ez egy ilyen lassú, elgondolkoztató, szerintem egy jutalomjáték. Ki a főszereplő, Krisztián? Gattaka. I I igen? Nem jut eszembe. Jude Law. Jude Law. Szerintem egy jutalomjáték neki ez a szerep, és csak hogy legyen valami aktuál politika benne, az új pápa, az új fiatal pápa mindenütt bagózik. Jaj ne is mondd, De, az nagyon de mindenütt, tehát az, az egész Vatikánt konkrétan telehamuzza. Mi azon a héten néztük, amikor ugye a Debreceni kísérletet kellett tolnom, és egy cigar cigarettát láttam, már elzöldültem kb. És így végre este van, nyugi van, letudtam a 15 szálamat, nem kell többet dohányoznom, és akkor így két percenként valaki rágyult <laughs> <laughs> nem hiszem el, miért, miért. Nekem bajom volt azzal a sorozattal az elején. A végére megbarátkoztam bele, hogy még a közepetáján sem értettem, hogy miről akar szólni. Tehát, hogy így nem látszódott rajta, hogy mintha nagyon menni akarna valamelyre. Akkor ez olyan, mint a és fargó. Ilyen, ilyen, egy kicsit igen, de ilyen szomszédok jellegű volt, hogy így történnek a dolgok, és így igen. Szomszédok és... a Vatikánban. Igen, igen, igen. igen. Erőjüt Szerintem, Szerintem azt... a, a, az afrikai utazástól kezd az agyadban így, így valamiféle kép kialakulni, hogy ú, basz, bakker, akkor ennek most tényleg van bangol... valami. Én bízok benne, hogy folytatni foly... mert ez ugye én egy egy szériát, vagy egy mi ez, évadot láttam. Uh, remélem Berendelték lesz. Berendelték a második évadot, folytat... ha jól emlékszem, azt olvastam a Wikipédia oldalán, hogy mm -hmm. lesz következő évada. De az... jó, jó, jó kinövi magát igazán, de tényleg jó, na, klassz. Az évadokról szóval jut szóval eszembe, be. Krisztián, mit szólsz ahhoz, hogy a daredevil azért toljuk, hogy a tököm tudja hanyadik univerzum közös sorozatát elkészítsék? Mert hogy tolják. Tolják, és nem csak azt tolják, basszus. Addig, amíg van helyette valami, addig nem reklamálok. Tehát nem, csak én azért az az félek, mert valami. ilyenkor mindig, mindig benne van, hogy ó, olyan rég volt, hogy a második évad nem fogja hozni a számokat és aztán megkasztálják a harmadik előtt. Én a Netflixet ettől nem féltem, tehát ők, 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 ők ügyesen csinálják ezt. Ö, ami engem viszont fölbosszantott az az, hogy januárról, ugye már vártam, hogy itt lesz a január, és itt lesz az új Star Trek élő sorozat, és áttolták májusra. Ó, oh, botrány. A... Skandalum. Egyébként, hogyha már Vatikánról van szó, és skandalumról... Micsoda átkötés? Már megint? Már, megint, hát, már megint, megint? Már megint? Itt, ahogy jöttem, végig átkötöttem. Neked egy ilyen átkötős podcastet is kéne indítanod, Sárla. Igen. Ha hagynátok, egyébként folyamatosan csak átkötnék. Szóval megnyitott a Vatikánban az első McDonald's. <coughs> És ezt emészszétek. Ezt emészszétek. Itt, itt komoly gondok voltak, itt komoly ellenállás volt, de a kibaszott arany, mi a faszom, az M betű, az mindenhova eljut, ott van szépen olaszul, vagy latinul, vagy faszom tudja, hogy milyen nyelven, meg angolul, hogy arra fele mennyi Vatikán, órafele fele van a McDonald's a Vatikánban. Keménység, mikor lemegy majd Ferenc pápa egy jó kis sajtbureszér. Annyit mondok akkor, mielőtt egy ötven környékén behúzzuk a kertkaput, hogy Krisztián a sorozatból, amit említettél még pluszba, azt dob már belé szíves a sónócba, meg találjuk ki, hogy ö, mi legyen a hét videója. Jaj, jaj. nekem arra <coughs> lenne javaslatom. Na, jó. Ne, ne. <laughs> Én Carey Fishert mondtam ne. volna, de uh, szerintem is. Szerintem is. Amen. <laughs> Melyiket a, a interjúzós videót? Igen, igen. Aha, jó. Abszolút, old school VHS alsó felső remegős verzió, de ezt fölrakjuk. Akkor azt, és jövő héten találkozunk, megint egy héttel közelebb a, a podcast találkozó. A csúcs találkozóhoz. A csúcs találkozóhoz, igen. Jó, magamra tekertem a fülhallgató kábelt, vagy? Oké. Okay. <laughs> Egyébként nem tudom néztétek-e a... akkor pont szünetünk volt, de black a, a mostani jtr ért meg az előzőt, amit leforgattunk. Néztétek? Szégyen, de nem. Krisztián, akkor annyit mondok neked, hogy ezt a két részt, ha más nem is, ezt a két részt nézd meg, mert többen mondták, hogy best ever. Tehát Blackit te még boristól kapott faszkorbáccsal nem láttad élőadásban csapkodni. De itt lát, itt bazd meg, láthatod. Tehát amikor egy fekete latex műpéniszt markolászva csapkodja a combját és közben, tudod, mint a Starkey és hacsba mondtam neki, hogy fordulj hátra és csinálj, mint a sárkány. És csinálj. Így, így csinál. Szóval ezt nem én mondtam, ezt ott az adás közben mondták többen, hogy a, a múlt heti meg az eheti az, az best ever ilyen szempontból, úgyhogy szerintem az pótolt be akkor mindenképpen, mert, ott, mert, ott sírás volt is. Meg hát, ha még láttál mondjuk olyan, mit tudom is, én 60 centis vamót, ami mert gazdag Feri küldött neki egy vamót, hogy legyen mit lejteni a metlakira, de olyan vamót küldött, hogy a belsejét azt kijöntötte ólommal. Tehát egy ilyen, egy ilyen laza két kilós vamó. És akkor mondta neki, hogy Ferikém, nem ez az igazi anál intruder, és rátekert még valami extension kitet, és az egészből lett egy ilyen 60 centis vamóba. Azt hát, ezt én nem akarom elhinni. Mondtuk ott, hogy kérem kapcsolja ki. És természetesen most már azt is elmondhatjuk, hogy van egy nagyon prominens fix vendége a csatornának, pedig Orbán Viktor. Érdemes, érdemes végignézni, végighallgatni a kommenteket is, mert, uh, kedves hölgyeim és uraim! Egy régi dakot a közmondás úgy tartja, és uh, mindenféle sziporkázó történetet benyom, amit bárány Miki kibannol, <laughs> úgyhogy úgy, zajlik az élet a JTR csatornáján is. Érdemes lesz megnézni. Viszont mi akkor behúzzuk a Riglit, és akkor uh, jövő héten új témák, új. Uh, beszélgetések, majdnem két órában a három jóképű lovaktól. Fifikától, Krisztiántól és tőlem. Addig is köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok! Fifika véletlenül felcseréltük a szöveget. <laughs> új év, új bekezdés. A felébe. Out sziasztok. of sync. Sziasztok!